Tehát a kő, amelyet az építők megvetettek Szegedet, kővé vált, ezt maga Jézus mondja, és elsősorban önmagára vonatkoztatva. Utasítás pedig így szólt, lassan, mert még odakint sokan vannak. Most akkor még egyszer lassan mondom, ezt Jézus mondja, és saját magára vonatkoztatja. Most miért kellett ezt annak az előadásnak címéből választani, amelyik az óvodai programmal foglalkozik? Ezt egy rövid kis statisztikával hadd támasztam alá. Hát a saját életpályámból véve a példákat, mert hiszen így minden pontját bizonyítani is tudom. Tehát először a felnőtt oktatással kezdtem el bibelődni, ez valamikor a 70-es évek legelején kezdődött. Úgy tűnt, hogy ez megy, azóta is, mint ahogy a mellékelt ábra mutatja, bibelődöm vele. Na most a következő lépés az 1975-ben indult el az egyetemisták képzésével. Tehát akkor kapcsolódtam be Debrecenben az akkor még Kossuth Lajos Tudományi Egyetemnek nevezett egyetem, hát oktatási mechanizmusában, nem a hivatalosan kinevezett tanárok között, hanem a diákság által meghívott vendégelők között. Azóta is folyamatosan üzem ezt a szintjét is a pedagógiának. Na most nagyon rövid ideig, valamikor ezt meg kell néznem, mert pontosan már emlékszem rá, de ezeket kijegyzeteltem. 1980 volt az az év, amikor a középiskolai oktatásban is részt vettem, ez Kecskeméten történt. Azóta rendszeresen újabban nem vettem részt ilyenfajta, tehát ezen a szinten a pedagógiai tevékenységben, de elég gyakran hívnak meg gimnáziumokba is, tehát középiskolákban, gimnáziumokban. A következő lépés az általános iskola volt. 1984-ben, 84-től 86-ig Kiskunhalason Favrai Károllyal együtt, a táncpedagógia, néptáncpedagógussal együtt a úgynevezett halasi kísérletet csináltuk végig, miután elvi alapozását megelőző évben megtettük. Azóta megújulva, 90-es évek közepe tája óta Keszthelyen foglalkozom megint általános iskolásokkal az első osztálytól a nyolcadik osztályig. És 92-n, inkább 91 óta rendszeresen meghívnak ugyancsak Keszthelyre, az ottani óvodába, de a mai napig nem mertem vállalni még óvodásokkal való foglalkozást. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez körülbelül a könnyűségnek, illetve a nehézségnek a fokozatait is jelenti. A legkönnyebb felnőttekkel foglalkozni. Miután az ember felnőtt, tehát nagyjából ismeri a gondolkodásmódjukat, hogy mit tudnak felfogni, mi az, amit még magyarázni kell, mi az, amit már át lehet csiklani. Utána jönnek az egyetemisták, mert még mindig elég közel vannak hozzánk, és ugyanabban a ferde, hát fogalmi rendszerben nevelik őket, mint hogy engem is neveltek, tehát csak vissza kell emlékeznem, hogy nekem volt torzult annak idején a gondolkodásom, és akkor meg tudjuk találni a közös pontot. A gimnazistákkal a legnehezebb az eddigi tapasztalat szerint azok közül, akikkel foglalkoztam. Mert már tele vannak ki lázadással, azzal szemben, amivel szemben én is lázadok tulajdonképpen, csak nem egészen úgy, mint ők. Tehát nem mindegy, hogy egy pozitívum irányából vetem el azt, amit eddig tanítottak nekem. Tehát egy felismert igazság vezet-e el odáig, hogy tagadjam a felismert hamisságot, vagy pedig egyszerűen csak életkori sajátosság, hogy bármit tanítanak, legyen az igazság vagy hamisság. Én minden esetre kipróbálom az ellenkezőjét, ami tényleg életkori sajátosság és nagyon helyes, de nem mindig találkozik azzal, amit mondjuk én javasolnék nekik. Tehát ez bizony nehéz lecke. Az általános iskolásokkal megint könnyű. Minél alacsonyabb szinten kezdi el nevelést az ember, tehát ha lehetőleg első osztályban, annál könnyebb. És főleg akkor könnyű, ha én vezetem végig őket a nyolcadik osztályig. És hát itt jön a mai előadás címe. Hát bizony a legnehezebb az óvoda. Tehát a mai napig nem merészkedtem odáig, hogy óvodában foglalkozást vezessek.
Ma már talán nem lenne egészen eredménytelen, hiszen már négy unokám van, tehát az azt jelenti, hogy ezt a nyelvezetet is úgy érzem, hogy sikerült valamelyért elsajátítani. Tehát, ha rám néz, körülbelül tudom, mire gondol, azt is tudom, hogy ez nem egészen az lesz, amit mondani fog, azt is tudom, hogy miben fog különbözni, és hogy az, amit mond, az hogy fog rá segíteni arra, amit gondol. Tehát ezek egyszerűen szemből kiolvashatók, mégpedig azért, mert ráismerek a saját akkori huncutságomra, az unokáim huncutságára. Tehát ez megint egy nagyon hát kellemes és biztos vagyok benne, hogy eredményes dolog is, de más gyerekeivel ezt már nem merném vállalni. Tehát ahhoz nagyon-nagyon-nagyon magas szinten kell a pedagógiát hát birtokolni, a tudást is, nem csak a készséget, hogy az ember ilyesmire vállalkozhasson. Na most ezek után szemérthető a címválasztás, ugyanis ha végig gondoljuk, hogy ma mi a presztízse, társadalmi presztízse egy egyetemi tanárnak, mi a társadalmi presztízse egy felső, vagy mondjuk középiskolai tanárnak, mi a presztízse egy általános iskolai, mondjuk tanítónak, és mi a presztízse egy óvónőnek, akkor kiderül, hogy a nehézségi fokkal pont fordított arányos. Tehát a legmegvetettebb az tulajdonképpen az óvónői státusz és az a munka, amit óvodában folytatnak egyébként kiváló pedagógusok, és a legcsodáltabb és legtöbb elismerés övezi az egyetemi oktatás. Nekem ugye a legérdemtelenebből is. Na most, ez azt jelenti, hogy a szegelet kő, amelyet az építők megvetettek, az maga az óvodai nevelés. És hát bizony ez lesz a szegelet kő. Tehát ha itt elrontják a gyereket, utána már hiába pedálozik az általános iskolai oktatás, hiába pedálozik a középiskola, az egyetem meg akár nyugodtan abban is hagyhatná a munkáját, mert úgyse lesz már semmi az illetőből. Tehát ezért kell mindjárt itt az elején nagyon komolyan foglalkozni a óvodai tevékenységgel. Itt most szándékosan nem mondok se oktatás, se nevelést, majd mindjárt indokolom, hogy miért. Most ez a bizonyos fordított értékrend bármilyen furcsán hangzik, a magyarországi óvodai nevelésnek javára vált. És az az érzésem, hogy ha ez tovább is így marad, mert biztos, hogy így fog maradni, tehát ehhez kormányváltozások semmit nem tettek hozzá, és nem vettek el belőle, akkor a továbbiakban is javára fog válni. Miért? Azért, mert az óvónő képzésben a legkisebb mértékű a kontraszelekció. Mert egyszerűen nem irigylik tőle ezt a mesterséget. Tehát bármilyen furcsa, a legtöbb értelmes, teljes életet élni is, meg továbbadni is képes és hajlandó pedagógus még mindig az óvodai képzésben dolgozik Magyarországon, és valószínűleg sokáig ott is fog dolgozni. A legkevesebb ilyen, az természetesen az egyetemi oktatásban. Miért? Mert ott többszörös szűrés van. Tehát ez azt jelenti, hogy a kontraszelekció legalább 200 éve ugyanazokat az értékeket szűri ki, teljesen mindegy, hogy vörös szűrőn keresztül, vagy zöld, vagy sárga, vagy barna szűrőn keresztül, ugyanazokat az értékeket szűri ki. Ez lanyhán működik, mert valószínűleg nem is fizetik olyan jól azokat, akik az óvónőket kellene, hogy kiszűrjék. Tehát oda bekerülhetnek, meg mindenhonnan tényleg nem lehet kiutálni már a tehetségeseket. Tehát valahol kell legyen olyan mély pont, mondjuk a kukázás, vagy a szeméttelepeken felügyelőnek lenni, vagy éjjeli őrnek lenni, ahonnan tovább már nem lehet szűrni, tehát onnan nem lehet kiebíteni. És most a pedagógián belül ez az óvónőknek a helyzete. Ezért van az, hogy jelenleg ezeken a szinteken, ha majd végigmegyünk, látni fogjuk, hogy magasan a legjobb a helyzet jelenleg az óvodák szintjén. De magasan. És körülbelül fordított arányban, bár azt nem mondhatnám, hogy a legrosszabb az egyetemen, mert lehet, hogy a középiskolában még rosszabb. Tehát azt én nem ismerem olyan fokig, hogy ilyen kijelentést teljesen. Egyet tudok, az egyetemeken iszonyatosan rossz, és romlani fog. Tehát tovább fog romlani. Erre megvannak az előrejelzések, egészen pontosak, és azt is egészen szégyentelenül közlik, hogy még mindig túl jó a magyar felsőoktatás, és ezért meg nem érdemelt előnyökhöz juttatja a globalizált Európán belül a magyar szakembereket, tehát vissza kell fejleszteni a magyar felsőoktatást.
Ilyenkor az ember egy nagyot vigyorog, hogy még ehhez képest is. Hát mire gondoltok mégis? Tehát felejtsenek el mondjuk egyszer egy ilyen számon, ezt már rég elfelejtették, hiszen számítógépük van. Tehát mit felejtsenek még? A magyar történelmet már régen nem tudják. Helyette ugye tanulnak vagy indoeurópai történelmet, vagy finnugor történelmet, ami nem tévesztendő össze a magyarra. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sokat már nem lehet visszafejleszteni, de igyekezni kell, vagy tehát igyekezni fognak. Most néhány szakkönyvet az elején mindjárt földiktálnék, és számadatokat is mondok hozzá, hogy érzékeljük, egészen korán elindult az óvodában egy nagyon magas szintű, nagyon igényes képzési mód, ami belopakodott, nem figyeltek oda, hál' Istennek. Tehát nem mai keletű ez a magas szint, illetve annak az elindulás, hanem bizony már a 70-es években elindult. Elsőnek az ének lopakodott be, Forrai Katalinnak a könyvére hívnám fel a figyelmet, ének az óvodában, a Zenemű kiadó adta ki. A Zenemű kiadó, ez egy ilyen kisebb nagy hatalom volt, valószínűleg azért, mert hát, hogy mondjam, a láthatatlan vezetés sok embere ott gyűlt a zene körül. Hát gondolom, hogy akinek van füle hallása, az hallja, hogy mire gondolok. Tehát a zene az valahogy egy kicsit olyan büfkört volt minden köré. Nem lehetett hozzányúlni, mert nem tudta, hatta, aki hozzányúlt, hogy mikor sért egy hálózat érdekeket, vagy nem tudom, hogy fejezem ki, most kérem a maga. Tehát a zene, ha már valaki a zenemű kiadóhoz be tudott valahogyan jutni, onnantól egyfajta védettséget élvezett. Nem hiszem, hogy felesleges lenne ezeket a mondatokat hozzámondanom, mert ezek ma is így vannak. Tehát az érdekeltség az így világon semmit nem változtat, csak kicsit átmeszelték őket, vagy átfestették, vagy egy jelvét fölraktak, vagy tudom, egy zászlót lobogtatnak. Tehát mindesetre Forrai Katalin ének az óvodában, nem hiszünk a fülünknek, 1974 óta egyfolytában újabb és újabb kiadásokban jelen van az óvodákban, ami azt jelenti, hogy az óvónők, hát ha 74-ben valamit kiadtak, az azt jelentette, hogy nagyon kevés dolog szabad, de ami szabad, az viszont kötelező. És ez akkor nagyon komolyan vett dolog volt, tehát ha valaki mondjuk egyetlen ilyen szakkönyvet kapott, azt tudhatta, hogy ezt viszont kötelező tanítani. Ezt senki nem mondta, ugyan, most sem mondja, de ez egy beidegzésként élt a pedagógusokban. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy magyar gyerek nem kerülhetett iskolába anélkül, hogy egy egész sereg nagyon jól válogatott énekkel és énekes játékkal meg nem ismerkedett volna. Na most az a generáció, amelyik 74 óta felnövekedett, hát a gyerekek maguk se tudják, hogy mekkora a nyereségük. Pedagógusok között szokás volt mai kifejezésre cikizni ezt a könyvet. Ez a szokás, ez egy nagyon régi jó szokás, ami azt jelenti, hogy olyat úgy se tud produkálni senki, akit ne cikiznének. Ezt sok tekintetben joggal bírálták, többek között olyanok is, akik egyébként munkatársai voltak, de egy biztos, hogy valami olyat alapozott meg, amit máig nem sikerült lerombolni. Tehát igenis az óvodáinkban népdalokat énekelnek. Magyar énekes játékokat játszanak, lehet, hogy anyukák egy része, apukák egy része szívja a fogát, mert ő jobb szeretne svábdalt, vagy oládalt, vagy nem tudom én miért, már nem is merek ez merre utalni. De egy kétségtelen éneklik ezeket a népdalokat. És a gyerek még normális, tehát ő még úgy gondolja, hogy ez jó, szép, ez lehet táncolni, lehet énekelni, lehet mozogni a játék keretén belül, és ő még nem osztályoz úgy, hogy jaj, de hát nekünk nem érdekünk, hogy a magyar patronáik, mert abból csak magyarkodás lesz, és így tovább, és így tovább. Tehát ő még nem így gondolkozik. Most nagyon hamar kapcsolatba került Forrai Katalin Falvai Károllyal, akinek a nevét ma már említettem, de Falvai Károlynak nagyon hosszan kellett várni arra, hogy megjelenjen a könyve, pedig alapvető jelentőségű. Tehát az óvodai mozgáskultúra elindításában Falvai Károlynak ez a műve meghatározóan fontos, és amiket én most mondok, azért ennek legalább 90%-a megtapasztalt én. Tehát olyan, hogy az országban különböző helyeken általában előadásokon ott vannak az óvónők is, tanítónők is, tanárok is, és így tovább.
minél följebb van a rangsor, azért annál kevésbé van jelen egyébként az ilyen előadásokon, de hát ez megint természetes. Tehát ezért mondhatom, hogy bizony használják Fargai Károly könyvét. Ennek a címe ritmusos mozgás, énekes játék. Tehát ritmusos mozgás, lesző, énekes játék. Jellemző, hogy az előszóban két dátumot ad meg, és a kettő között több mint fél évtized telt el. Ezen én csak azért nem lepődöm meg, mert hogyha Bartók tanulmányomnak aláírtam a születési dátumát is, ugye 81-ben volt, és csak 90-ben adták ki. Tehát itt azért fontos könyvek általában fél évtizedet, egy évtizedet kellett, hogy várjanak. Most a Fargai Károly könyvére gondolok. Vagy akár Molnár V. Józseféle, aki még több mint egy évtizedet kellett, hogy várjon a világvirág megjelenésére. Na most, hogy ezáltal mit vesztett a magyar közélet, az egy külön kérdés, de erre majd azok válaszolnak az ítélkezés előtt, akik meg hátrát adták. Tehát Fargai Károly ritmikus mozgás, énekes játék 1990-ben jelent meg, jelképes a megjelenés, és még mindig nem adták ki teljesen, tehát az OPI van föltüntetve, Országos Pedagógiai Intézet, de ott van mellette és a szerző kiadása. Ez azt jelentette, hogy a tapsot az OPI kapja, a pénzt meg jó részt a szerző fizeti. Tehát a dicsőséget ugye learadta az OPI természetesen, de azért anyagilag már nem volt hajlandó hozzájárulni. És még így is olyan lektorálás sorozaton ment át, amit hát nagyon kedvesen megköszönt a szerző, de az ember tudta, hogy egy megalázó tortúra, és ezek közül a lektorok közül egyik se értett tized annyit sem ehhez a témához, mint a szerző. De hát ez annak a kornak a szokása volt. Egy-egy ilyen lektorálás egyébként a lektoroknak egy egész életműre való, ellopható tanulsággal szolgált, amivel éltek is. Na most a harmadik az a népmeséknek. Tehát itt a ritmikus mozgás énekes játék témában hallatlanul nagy és mély alapozással és nagy kitekintéssel, tehát azt jelenti, hogy fiziológia felé is, történeti tények felé is, Fargai Károly figyelmeztet arra, hogy az első a gyermek életében, mielőtt még énekelni, mielőtt még szöveget érteni, vagy mondani tudna, az a mozgás. Tehát a mozgásból kell kiindulni, a mozgásoknak pedig egyetlen alapvető kritériumunk van, az az egyensúly. Tehát ha az egyensúlyig eljut, akkor a következő fázisban már a ritmusig jut el, még mindig nem beszél, még mindig nem énekel. És ha ezeket megtanulja koordinálni, akkor kezdődnek el az első, még ilyen parlandó, tehát félig szöveg és félig hát már énekelt mondókák. Most ezeket ő rendkívül nagy alapossággal mindig az egykor legközelebb korú tudományos eredményekre hivatkozva. Én úgy érzem, hogy fele is elég lett volna, de ez akkor nagyon fontos volt. Egyszerűen nem fogadta volna el a szakma. Most ha valakinek fontos, hogy a szakma elfogadja, akkor bizony hát ott olyan fél ezer körüli jegyzetanyagot kell produkálni, nincs mese. Tehát hiába mondja ki Fargai, hiába bizonyítja, neki nem hiszik el. De ha három angol száz szerzőt oda tesz, meg egy negyediket egy orosz, akkor biztos, ami neki elfogadja. Tehát ennek a megjelenése 90-re érett meg. A népmesék gyűjteményét megint, ezek azért nagyon jó nevek ám, tehát azért figyeljük föl rá. Ez jelent meg először a sorozatban, Kovács Ágnes, a neves néprajzkutató szerkesztette, és 1972-ben már megjelentette a Móra kiadó. Icinke picinke a címe, mai napig dolgozunk belőle, én magam is dolgoztam belőle. Tehát egy nagyon jó összeállítás, megint azt lehet mondani, hogy lehetne jobba, persze, ilyen nincs olyan, aminél ne lehetne jobba, de egy biztos, egy megbízható, nagyon jó alapot adott a lónőknek ahhoz, hogy végig tudják vezetni a legfontosabb értékeken az első hangutánzó mondókákon, meg állathangokon keresztül, vagy azokból elindulva egészen a viszonylag bonyolult mese szövetekig. A gyereket tehát úgy hagyja el az óvodát, most már kezdhetjük gyanítani, hogy egy mozgásában rendkívül kiegyensúlyozott, és gyakorlatilag a tánctól a legbonyolultabb munkamozdulatokig mindennek a belső ritmusát megérezni,
és átvenni képes, sőt irányítani képes gyermek megy tovább az iskolában, na, ott aztán bőven van alkalom arra, hogy mindezt lerombolják, teszik is, de ez meg a következő alkalomnak a feladata lesz. És ugyanakkor egy népmese kincsben nagyon jól otthon lévő, hiszen tényleg jó válogatás. Én igazán igényes vagyok népmese ügyben, de meg kell mondjam, hogy bár a szempontjaim mereven eltérnek Kovács Ágnesétől, de el kell ismerni, hogy tett volt ezt 1972-ben. Így összeválogat, és elérni, hogy kisadják. Na most egyetlen művet említenék még, és ezeket is azért, mert többször adták egymás után, tehát ha máshol nem, akkor ezeket hát legalábbis könyvtárunkba be lehet szerezni, de el lehet érni azt is, hogy újra és újra kiadják őket. Mert ki tudja, a hanyadik kiadást átad az Icinke-Picinke, vagy másik Forrai Katalinnak az Ének az Obodában című műve. Tímár Sándornak Néptánc nyelven című könyvére és a hozzátartozó kazettára hívnám fel a figyelmet, ugyanis az, amit Fabai Károly mozgás, ritmus mozgás énekes játék című művében ad, az tulajdonképpen csak előkészítés a néptáncnak. Hangsúlyozza a szerepét, na a rendkívül fontos szerepét Fabai Károly, de csak elvezet odáig, nem az a célja, hogy táncolni megtanítson. Viszont Tímár Sándornak nemrég megjelent, ugye mondom a pontos megjelenési dátumot, ő 99-ben Püskénél jelent meg, és hozzá a kazetta is. Azért mutatom ezeket, hogy ráismerjünk, ez például most kapható odakén, egészen biztosan ezt ellenőriztem, a többit pedig be fogják szerezni, mint említettem, ami egyáltalán elérhető, az itt az előtérben kapható lesz. Na most egyetlen olyan művet mutatnék még be, amelyik tulajdonképpen a mai további foglalkozásnak is egyik alapja lesz. Ezt Keszthelyen adták ki, a szerkesztője és egyben az előszó írója egy Móroczné, CZ-vel írja, Komáromi Gyöngyi. Tehát Móroczné, Komáromi Gyöngyi. A címe pedig Civilizáció és Kultúra. A címe Gyermekközpontú nevelés az organikus kultúra jegyében. Na most, ahhoz, hogy egy ilyen alcímmel meg tudjon jelenni egy könyv, nyilvánvalóan nagy politikusnak, nagy diplomatának kell lenni. Hát ezt, aki kézbeszed rögtön látja, hogy az előszót Vekerdi Tamás írta, és Popper Péter a kitüntetett szerzője, de abból is ki lehet gyanítani, hogy bár több mint 10 éve velük dolgozom, ennek az előkészítésében is részt vettem, tőlem azért nem közölték. Tehát azt, amit az előadás, ez egy előadás sorozatnak tulajdonképpen, tehát egy konferenciának az anyaga. Hát miután megtudtam, hogy Popper Péter is jelen van benne, ezek után úgy gondoltam, hogy ez a legjobb, amit tehetek velem, hogyha az enyémet ugyanebben a kötetben nem közlik. Ugyanis éppen vele vitatkoztam ebben az előadásban, még elég kemény szavakkal, mert kellett tennem. Tehát mondjuk ennek a nemzetnek a tönkretételét nagyon sokféleképpen meg lehet kísérelni. Azt hiszem az egyik leginvenciózusabb és legfinomabb eszközökkel dolgozó az éppen ő. És hát azért mondjuk valami lepén van ugyan, de ezt mégsem hagyhattam. Ezek után természetesen enyémet hagyták én, nem az övét, és talán az összeállításnál annyit el kell mondjam, hogy egy nálam sokkal érdemesebb szerzőnek is kimaradt az írása, ez pedig éppen ennek az iskola, mert ez egy óvoda és iskola. És az iskola, amely ráépült az óvodára, annak Japán az alapítója. Ezt a hölgyet, ez egy zenetanárnő, Nobukónak hívják, és egy kiváló előadást tartott arról, hogy a jelenlegi amerikanizálódás hogy teszi módszeresen tönkre a japán nemzeti értékeket. Egy kitűnő előadást, emlékszem, vastarsban törtünk el végén. Mit teszi, gondolom, szerepel benne, vagy nem? Nem szerepel. Megdicsérik benne Nobukót, ő megalapított ezt az iskolát, és milyen nagyon jó ez is, de az írását nem közölték. Úgyhogy ezért én kétszer sem büszke vagyok, az enyém sincs benne. Ezzel együtt nincs harag, természetesen tovább dolgozunk együtt, de tudomásul kell venni, hogy jelenleg hát ilyen szekérben utazunk.
Na most ennek az írásai között kettő is van, mind a kettő gyakorló pedagógusok írták, amelyek az óvodai nevelést már teljes egészében a Molnár Jóska, tehát Molnár József által megalapozott úgynevezett organikus rendszerben hát fogalmazza meg, ami azt jelenti, hogy a gyerekfoglalkozások lényegében az évkörre épülnek. Tehát annak megfelelő anyagféleségeket, annak megfelelő természeti tüneményeket hát élnek meg közösen a gyerekek és a pedagógusok, aztán annak megfelelő meséket válogatnak ki, már én is tudtam neki segíteni, annak megfelelő szokásanyagot, rítusokat, tehát nem csak a legfontosabbakat, tehát a karácsonyi, a húsvéti, vagy a regölés, ugye a karácsony utáni népszokások, amik nagyszerűen dolgozhatók fel óvodában, tehát nem csak ilyenek, hanem végig azok az apróbb gyermekjátékok, amik mind rituális elemeket őriznek. Ezek is már úgy vannak csoportosítva, hogy az évkörben minden maga helyére kerüljön. Vajon miért? Nyilvánvalóan azért, mert itt tudja legintenzívebben, legmélyebben átélni a gyerek. Tehát itt mozgatja meg benne azokat az indulatokat, amik ekkor a legérettebbek, ekkor mozorulnak benne legintenzívebben. Most ez mind a kettőt földiktálnám. Tehát ebben a Civilizációs Kultúra című kötetben az egyiket egy Benesnés Viszler Noémi és Horváthy Fuller Margit írta, és az a címe az évkör és az óvodai tevékenységek összhangja. Nagyon szépen adják hónapról hónapra haladva, hogy mikor, miben, tehát milyen konkrét témában, mi az, ami a gyerekeket legjobban leköti, illetve mi az, amivel megismertetik őket. Most a másikat egyetlen szerző írta, őt pedig úgy hívják, hogy pardon, ez mindig itt nyílik ki. Mindjárt meg lesz ez. Egy pillanat. Ez is becsúszott a jelölés. Tehát az organikus műveltség alapjai óvodáskorban, az élő állatő értelmezése hatásai az óvodáskorú gyerek életére. Forrai név Wolf Ágnes, ez a Forrai Y-nal írja, nem azonos a másik Forrai családdal. Tehát még egyszer, az élő állatő értelmezése hatásai az óvodáskorú gyerek életére. Most ezek bizony alapos tanulmányok. Tehát a kötetben mind a kettő, és még továbbiak is olvashatók, ez azt jelenti, hogy nem kell ma már a nulláról elindulni, tehát semmi szükség nincs arra, hogy itt elkezdjünk általános dolgokkal vitatkozni, mert a gyakorlatban ezek már régen átkerültek. Tehát sokkal hatékonyabb a nevelés, hogyha erre a rendszerre épül rá. Most ezt mi hát több mint egy évtizede folyamatosan javasoljuk, itt elsősorban Molnár Józsefnek a szerepére kell a figyelmet fölhívni. Őt egyfajta óvóbácsiként kezelik már országszerte, mindenütt ismerik a legkisebb településeken is, határon túlon is, és rendkívül termékenyítő a hatása. Tehát egy-egy előadásra is el tud indítani olyan óvodai foglalkozás típusokat, amik utána évtizedekig már maguktól tudnak tovább menni. Na most ez azt jelenti tehát, hogy bizony ezt vegyük kötelező olvasmánynak, vagy legalábbis ajánlott olvasmánynak, beszerezhető, megadtam a beszerzési lehetőséget Gedeon Editnek odakint, tehát mindenkinek, aki oda jár hozzá, de itt is meg lehet nézni a szünetben. Keszthelyen lehet beszerezni, az Életfa alapítvány adta ki. És 2000-ben jelent meg. Tehát egészen friss, még beszerezhető. Ez visszamegy egy előző munkájukra, amit egy gyermek közelben címmel adtak ki, ugyanez a szerkesztője, de meg kell mondjam, ha az csak tudománytörténeti nevezetességként ajánlom. Az ember megnézi, hogy 94 és 2000 között mekkora a változás, hogy teljesen megdöbben. Mert elég sokszor elmondtam már, hogy azért itt nagyon sok minden fejlődött, tehát rengeteg a pozitív jelenség az elmúlt évtizedben, csak nem figyelünk föl rá, mert ezek nem jelennek meg a médiában. Tehát nem biztos, hogy rossz indulatból ezt is hozzá kell tennem, olyan hihetetlen mértékben ostoba a média közszolgálata, tehát hogy mondjam,
a közkatonái, hogy ezt fogalmuk nincs. Csak amikor az interjú készül, akkor döntem az ember, hogy Jézus már majommal állok szemben. Tehát ennek úgy kell mindent mondani, hogy előbb kijavítani az ostoba kérdését, és utána válaszolni rá. Tehát egyszerűen nem tudnak rákérdezni, nem mernek kérdezni, emiatt egyszerűen nem mennek el olyan emberhez, akitől félnek eleve, hogy majd nem fognak tudni tőle kérdezni. És bizony elég jelentős értékek így sikadnak el, nem pedig módszeres kontraszelekció révén. No, mindenesetre a következőben az alapkérdésig kell eljutnunk, óvodai nevelésnél ugyanis van egy tényleges alapkérdés. Ez pedig, majd utána még néhány ilyen alapozó tételhez el fogunk jutni. Az első, milyen legyen az óvónéni? Ebből kiderül az is, hogy az óvodai foglalkozások, tehát hogy mi történik az óvodában, annak egyetlen kulcskérdése van maga az óvónéni. Hogy most ez bácsi vagy néni, ne érzem, most ne törődjük, egyébként nem véletlen jellemzően női foglalkozás. Tehát egészen itt a kivételektől eltekintve igazán jól ezt a hivatást nő tudja ellátni, és ez mindenki kiderül, hogy miért, ha még eddig nem derültem ki. Tudjuk, ez úgy mondható tovább, tehát milyen legyen az óvónéni, anya típusú legyen, vagy nevelő típusú legyen. Ezt úgy szokták kérni, hogy anya legyen, vagy tanár legyen. Na most, magunkban erre nagyon hamar tudunk válaszolni, de nem biztos, hogy meg tudjuk indokolni. Ugye, hogy bármilyen furcsa, itt már nem mindig partner a szülő. Mert a szülő mit akar? Azt, hogy már óvodáskorban induljon lóhoz előnnyel a gyereke, tehát lehetőleg már óvodáskorban tanuljon idegen nyelvet, azért, hogy utána már az általános iskolában lekörözze a riválisait, mert minden gyerek az én gyerekemnek lehetséges káinja. Ugye ez természetes. Tehát én akarom, hogy az én gyerekem legyen káin, és lehetőleg írtson ki idejében mindenkit, aki esetleg jobb lehet nála. Tehát ez a jelenlegi szülői alapattitűd. Nagyon ritka a kivétel. Tehát minden esetre minden lehetséges gyerek az én gyerekemnek az ellensége. Tehát úgy kell elindítani a pályán, hogy ezeket le tudja körözni, vagy le tudja taposni. Feltűnően sokan járnak itt karatézni, nem tudom, felfigyeltünk-e rá. Még lányok is. Tehát egy egész döbbenetes dologra kezdhetünk fölfigyelni, átprogramoztak bennünket, már az óvodás szinten káinokká. Nem is tudunk másban gondolkozni. Na most, ha az állatövi rendszerbe vetítjük át a kérdést, mert hát ebben élünk, tehát egy évkörű rendszerben, akkor ez elég jellegzetesen kétféle magatartást jelent. Az egyik az a ráknak megfelelő, önfeláldozó jellegű, miután ő maga már egy teljességet elért, tehát minden energiáját a rábízott életek irányában hasznosító magatartás, ez legyen-e, vagy a szűznek a magatartása, analitikusan szépen felosztja az életet, és ezeket szépen részletről részletre közli a gyerekkel, ezáltal előnyhöz juttatva őt a többivel szemben. Na most, ha a szülők nagy egyetemességét megszavaztatjuk, valószínűleg a másodikra szavaznának. Ez azért borzasztó, mert ez mutatja, hogy ők tulajdonképp otthon is ezt a típust képviselik. Tehát magyarul, ha már ez a gyerek már elnézős, hogy kölyök megszületett, ha nem által ott megszületni, akkor legalább hozom valami hasznot a konyhára. Tehát úgy adagolom neki a dolgokat, hogy lehetőleg mindenben ő legyen a legjobb. Miért? Azért, mert így fog tudni engem a legnagyobb jólétben eltartani, amikor majd rászorulok. És nem veszi észre, hogy ez a gyerek, éppen azért, mert így nevelték, nemhogy nem fogja őt jól tartani, hanem bevágja őt a legolcsóbb vének menedékébe, ahogy megérdemli. Tehát a kétféle magatartás között, ha egy óvoda tényleg működni akar, akkor egyértelműen a rák típusú, az önfeláldozó típusú, tehát magyar nyelvre érthető, magyar nyelvre fordít, az anya típus kell előnyben részesíteni. Na most a szülők általában nem választhatnak óvónénit, hanem van a körzetben valaki, oda lehet elvinni, aztán eszi nem kap mást. Keszthelyen például, és innentől kezdve elég sokszor fogok a Keszthelyi példára hivatkozni, ott például a szülő választ.
Tehát elmehet, vannak nyitott napok, és már jó előre elmehet megnézni, hogy melyik csoportban hogy foglalkoznak a gyerekekkel, és annak alapján ő maga választhatja ki, hogy melyik lesz az óvónő. Most ez azt jelenti, hogy mindenkinek az óvónő közül nagyon jól kell teljesítenie. Mert végül is elvileg riválisok, valójában nem igazán riválisok, mert valahogy a jó szellem az mégiscsak megvan, tehát tudnak örülni egymás sikerének is. És érdekes módon így is kiegyenlített a csoport létszám, tehát nincs olyan, hogy sikerovó néni, hanem az van, hogy mindenki megtalálja a hozzá legközelebb álló személyiséget, és van, aki inkább a racionálisat választja, van, aki inkább az anyáskodót választja, de mindegyik aránylag telítette. Na most, kérdést általában, mint majd a következőket is ki fogom élezni, tudnélik, a kérdést az dönti el, hogy mire van inkább szüksége az óvodáskorú gyermeknek. Na most, itt van az első pont, ahol az ember nagyon szigorú kell, hogy legyen. Tehát az első 7 éve a gyereknek az az anyáé, itt nincs mese. Minden létező gyermekpszichológia, akárki írja alá, ha francia, francia, ha amerikai, amerikai, mindegyik hangsúlyozza az első 7 év az anyáé. Tehát ha nem kapja meg az anyát, mert ne adj Isten meghalt, vagy mit tudom, hogy apukához került válás után, akkor nem múló károsodás éri. Tehát nagyon-nagyon nehéz műanyukával pótolni. Mondom, ez az első 7 év. A második 7 év az apukáé. Na most, ha a második 7 évben az apuka otthagyja anyukát, akkor megint irdatlan nagy bajok fakadnak. Mert akkor hát megtalálja széklábban is az apukát, mert annyira apuka kell neki. És ha a széklábban találja meg, akkor méltatlan lesz az a példakép, akihez föl fog zárkozni. Tehát ez azt jelenti, hogy az első 7 év, ami az óvodáskor, az igenis anyaközpontú. Na most, tehát miután egyáltalán azért adják óvodába a gyereket, mert az anya nem tud kellő mértékben foglalkozni vele, egyéb kötöttségei miatt, például a pénzkereset miatt. Tehát ez azt jelenti, hogy az óvónőnek kell a hiányzó anyai melegséget pótolni, nincs mese. Most ebből majdnem bohózati helyzetek is fakadnak, néhány nap tanulja voltam. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy miután az óvónő többet van együtt a gyerekkel, a gyerekben a kezdeti bizalmatlanság után föloldódik egyfajta tartózkodás, és innentől azt szereti anyaként, aki jobban szereti őt. Na most a jelenlegi óvodáskorú gyerekek családja és óvodai hát nevelő környezete közül hát legalább 50-50, de az az érzésem, ha nagyon utána nézni, hogy több az igazi anya az óvodában, mint a lakásban. Hát döbbenetes példákat tudnék mondani, hogy beállít az anyuka, és látja, hogy a gyerek hogy fordul oda az óvónőhöz, tehát teljes bizalommal, és utána megragadja és ráncigálja, mert egyszerűen képtelen elviselni azt, hogy ez a spontán szeretet, ez ő irányában soha nem nyilvánul, hogy nem nyilvánul meg. Hát ez nem magától nyilvánul meg, ezt elő kell hívni. Tehát ehhez először megtapasztalnia kell a gyereknek a szeretetet, és aztán válaszol ezzel az odaadással. Na most én bosszúálló anyukával jó néhányat találkoztam, és ezek egyszerűen döbbenetes esetek. Szóval egyet elmeséljek, ez ugyan első osztályos, tehát már nem óvodáskorú volt, de pontosan ugyanez jellemző egy emeleten lejjebb az óvodában is. Természetesen gazdag anyukáról van szó, nyugodtan otthon is nevelhetni a gyereket, de nem, mert ez egy divat óvoda, ez tényleg jól foglalkoznak a gyerekekkel, beadja, hogy mit csinál napközben, ezt csak a Jóisten tudja, gondolom a férje se tudja. Minden esetre beállít anyuka, és látja, hogy a gyerek nagyszerűen érzi magát. Hozzáteszem, a gyerek most első osztályos, és állandóan bepisílt, már elnézést neki felelőség. De ez azt jelenti, hogy valami, de nem a óvodában, otthon. A óvodában semmi baj nincs vele. De egyébként egy ennivaló gyönyörű, és tényleg gyönyörű is volt a gyerek, lánygyerekről van szó, és hát adja ilyen kedves. Na most az anyu, egyszer csak hallom, hogy a gyerek keservesen sír.
éppen viszik haza a gyerekeket, én éppen szobámban voltam, és hallom, hogy egy gyerek sír, hát egy darabig hallgatja az ember, aztán kérje, hogy mi bajod van. És akkor abban a pillanatban én szólok hozzá, látom, hogy az anyuka abba hagy valamit, egy mondatot, és rettenetesen dühös. Hát elsősorban a gyerekre, de én rám is, hogy magyarul miért jelentem meg, és miért rontom el az ő játékát. És a következő volt, hogy a gyerek azt hiszem nem fújta ki rendesen az orrát, mint utóbb sikerült rekonstruálni. És az anya azt mondta neki, jó, akkor megyünk az orvoshoz, és fölszúrja a füledet. Na most a gyerek teljesen beleérte magát, ráadásul már szúrták is fel a fülét, tehát tudta, hogy mivel jár ez. Mondom sem, de abban az orrban már semmi nem volt, ha még kicsit fújja, már vérjött volna belőle, de nem is erről volt szó, hanem az, hogy éreztetni a fölényét, megalázni a gyereket, csak is azért, mert aki körülvették addig oda, akik, hát azok a tanítónénik voltak, ordítóan kedvesednek, azért sokkal-sokkal feltűnően kedvesednek voltak, és jobban szerette őket a gyerek. Hát akkor bőgön az a ronda gyerek. És hát mondanom sem kell, hogy oda mentem a gyerekhez, az anya, mintha ott se lett volna, mert ezt a fogalmasságot már nem tudom tolerálni. És mondtam, hogy gyerekem, nekem minden évben legalább egyszer felszúrták a fülemet. Tehát ha véletlenül erről van, akkor se kell kétségbe esni. Egyébként tényleg így volt gyerekkoromban, semmi baj nincs. Másrésztről meg biztos lehet, hogy nem fogja elfölszúrni. De anyuka azt mondta, és már akkor illogtak a személy az anyukának. Mondom, lehet, mert az anyukát látod, gondoskodni akar róla. Tehát előre a legrosszabb helyzetet mondja, de még messze vagy attól, hogy te ilyen rossz helyzetben legyen. Nem lesz semmi bajt ide nekem. Tehát szép lassan megjavulott a gyerek. De valami egészen döbbenetes. Azért kell elmesélnem, mert ilyenekből majd, hogy nem naponta egy lejátszódott. Tehát bizony nagyon meg kell gondolni, hogy múltkor említettem egy villanással a szülők jogait, fogunk is velük még majd foglalkozni, már múltkor nem fér bele az előadásba. De azt is meg kell majd beszélnünk, hogy és a szülővel szemben, ha az pusztító jellegű az ő viselkedés a gyermeke szemben, ki fogja megvédeni a gyereket. Tehát ezek bizony nagyon komolyan rendő dolgok. Minél jobban működik egy óvoda, minél jobban betölti az anya szerepet, hát annál nagyobb fokú irigységre számíthat a szülők részéről. Tehát idejében kell kezdeni, én mindjárt megmondanám azt a módszert, amit én magam alkalmaztam. Én ugye a óvodában nem tanítottam, amit említettem, de jelen voltam a foglalkozásokon. Tehát hosszú évek során jártunk le Molnár Józseffel, úgyhogy mind a ketten részt vettünk foglalkozásokon, sohasem ugyanabban a csoportban voltunk, hogy utána kicserélsük a tapasztalatainkat. Ő elsősorban a gyerekrajzokkal, én pedig a mesék feldolgozásával hát foglalkoztam közelebbről, és utána mindig meg is beszéltük az óvónőkkel és a vezető óvónővel a tapasztalatainkat. Úgyhogy most ebből készültem föl, mert megvannak ezek az írásos feljegyzéseim máig is. Mert ebből fog egy kicsit rajzolni a végén a táblára. Tehát a megoldás a következő, párhuzamosan kell a szülőkkel is foglalkozni, nincs mese. Tehát ha mindjárt odaérünk a konkrét javaslathoz, csak ez a program nagyon feszes kell, hogy legyen, mert különben állandóan hát ki fogunk térni a kerékvágásból. Tehát még egyszer mondom, az a első 7 év az anyáé, második 7 év az apáé, ezt jelenleg tételesen a Waldorf óvodák is vallják, hangsúlyozom tételesen, más kérdés, hogy gyakorlatban mit valósítanak meg. Ugyanis ezt maga Rudolf Steiner, aki létrehívta, illetve az első programját megfogalmazta a Waldorf iskoláknak és óvodáknak, hát ő maga szentesíti, hát ő most ugye szentként tiszteletet élvez, tehát nem is mernek hozzányúlni az ő tételeihez, de egy biztos ebben 100%-ig igaza volt. Ez teljesen nyilvánvaló. Hát ne felejtsük, a szervezetünk sejtállománya 7 évenként cserélődik. Vannak kivételek, mint az agysejtek, illetve a gerincvelő sejtélet, ezek az önazonosságot biztosítják. De egyébként a teljes sejtállomány 7 évenként lecserélődik. Tehát nyilvánvaló, hogy van egy váltás 7 évenként az ember életében.
Most ha iskolarendszer, képzési rendszer nem ehhez igazodik, akkor az már alapjaiban emberellenes lesz. Milyen a jelenlegi iskolarendszerünk, óvoda iskolarendszerünk? Alkalmazkodik ehhez? Nem. Kétszer van esélye találkozni vele, most vagy az egyiknél találkozik, vagy a másiknál. Tehát ha évvesztes a gyerek, akkor 7 éves korában nagyon jókor kezdi el az iskolát, mert ott tényleges váltás van az életében. De akkor a 8 osztály elvégzése után már átsiklott. Tehát nem a tényleges váltásnál vált iskolatípust. Mert ugye ez meg 14 éves korban van. Ha 6 éves korban kerül évvesztesség nélkül iskolába, akkor az első év, hát itt megint tapasztalatban mondhatom, volt olyan kislány, aki az első évben gyakorlatilag csak mosolygott rám, ez még kiskomalasan volt. A mosolyából lehetett tudni, hogy követi vagy nem követi, ez mindenki lehet olvasni egy mosolyból, meg nem szólalt. Na most a pedagógusok nagy része ilyet elküldi logopédushoz, vagy pszichiáterhez, vagy egyébként, semmi baja nem volt, túl korán került ide, egy ilyen alapszorongás volt benne, amit a mosoly jelzett, hogy nem irányomban van. Egyfolytában mosolygott, nagyon kedvesen. És ha az ember kérdezett tőle, akkor ugyanúgy mosolygott, ami azt jelezte, hogy még nem jött el az ideje. Természetesen sem meg nem szittam, sem nem erőltettem, másik gyerektől kérdeztem. Ugyanúgy megjegyezte ő is, tehát a tudása semmivel nem lett kevesebb. És az első év után, mert 2 éven keresztül folyt ez a program, másodikban felszabadult, csodálatos volt, mindent tudott természetesen, tehát amire mosolygott, csak azt is kívánom tudta. Semmiféle hátrány nem származott abból, hogy az első évben nem szólalt meg. Tehát önnek még az óvodában lett volna a helye. Valószínűleg akart tőle szabadulni az otthon, tehát a szülők, és egyszerűen bevágták az iskolába. Tehát mindesetre a 7 éves ciklust, majd ha egyszer normális képzés lesz Ajhópában, vagy valahol a világon, úgyis be kell, hogy vezessék. Mert amiket helyette ajánlanak, ez a 4x8-as vagy 8x4-es, ez ugyanúgy nem találja telibe, legfeljebb az egyiket, mint hogy azt mondom, hogy 10 osztályos legyen. Nincs ilyen 10 éves ciklusa nincs az embernek. Tehát egyszerűen megáll az ember ezt, hogy hogy lehet ennyire elleme dolgozni egy szervezetnek, az emberi szervezetnek, egy olyan mechanizmussal, ami ráadásul kötelező. Mert a 6 éves kortól mindenképp kötelező, de ma már kvázi kötelező az utolsó óvodai évfolyam is. Ugye a szoktató utolsó nagycsoportos évfolyam. Tehát ha elmasztja valaki, akkor már nagyon csúnyán néznek rá. Tehát mindesetre egy elkerülhetetlen keretrendszer, amiben belekényszerítik a gyereket, és ami garantáltan sérteni fogja, vagy 7 éves korában, vagy 14 éves korában a természetes életritmusait. Na most, itt egy aláhúzott mondat van, és ezt azt kérem, hogy ha valaki jegyzetet tényleg húzza alá. A jó óvoda ma nagy családot pótol. Tehát még egyszer, nagy családot pótol. Azt a műveltséganyagot kell, hogy továbbítsa a gyerek felé, amit régen a nagyszülők adtak át neki. Régen ugyanis 3 generációs műveltségörökítési rendszerben éltünk. Tehát ez azt jelenti, hogy mire kellő mennyiségű tapasztalata összegyűlik az embernek, többek között azon a téren is, hogy hogy nyúljak egy gyerekhez. Addigra bizony megvénül. Tehát igazán eredményesen tapasztalatokat, és lényeges, tehát azt, ami már van elég esze ahhoz, hogy ki is szűrje, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen, eddig az életkorig bizony nagyobb a korban jutunk el. Bármilyen keserve se hangzik, egy normális fejlettségű, értelmes apuka, amikor először hallja azt a ronda kis hústömeget nyivákolni, minden mást érez, csak azt nem, hogy nekem majd hogy kell nevelni, hogy kell hozzájönni, fogalma nincs, és főleg ahhoz nincs fogalma, hogy kell elzárni. És ez a legnagyobb gond, mert a kezdeti időszakban ez okozza a legtöbb problémát. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nincs segítsége a következő generációtól, most a következő generáció már tudja, hogy kell lezárni a gyereket, pontosan tudja, hogy meddig kell hagyni folyni, mert úgyis akármit csinálok, az folyni fog belőle.
Tehát mi az a fáradtsági fok, ameddig hagyni kell, mert hát úgyis operegekes lesz, hát hadd csiszolódjék a hangja, és hogy lehet hozzányúlni, mikor kell táncolni vele, mikor kell magára hagyni, és itt a sütőben el lehet hallgattatni, de nem úgy, hogy tünetileg elhallgattatom, hanem valahogy megoldom azt a problémát, ami miatt sír. Na most honnan tudja egy szerencsétlen apuka, egy friss apuka, hogy a közül a 2342 ok közül, amire a reagálás a gyereknek mindig ugyanaz, az, hogy bőg. Ebben most éppen melyikkel van baj? Tehát melyiknek a mentén kell ezt a bőgést elzárni? De egy nagy apakorban már bizony van belőle egy készlete, tehát hogy nagyjából ilyen terápiát megtalálja, és azt mondja, hogy akkor a prognózis következő lesz. Tehát, és akkor általában is találja. Tehát a nagy család az azt jelenti, hogy a tapasztalatok visszacsatolódnak a legidősebbtől, nem a következőig, hanem a kettővel alatta lévőig. Tehát a nagyapakorból az unokakorig, nagyanyakortól az unokakorig. Na most jelenleg ezt a tudásanyagot egyedül és kizárólag az óvodák őrzik. Pontosan amiatt, mert kiváló szakemberek kellő időben összegyűjtötték. Csak ebből adódik egy nagyon furcsa dolog, hogy tulajdonképpen egy igazán jó óvónő 17-19 éves korában, vagy mondjuk 22 éves korában vegyük a legmagasabb szintjét a képzésnek, tulajdonképp nagyanyaként kell viselkedjék. Tehát azt jelenti, hogy akkora életbölcsességgel kell rendelkeznie, mint egy jó nagyanyónak. Úgy kell nyúlni a gyerekhez, úgy kell fölismerni, hogy mi várható a gyerektől, ugyanis a csapot nem elzárni kell, hanem megelőzni kell. Tehát ez az alapja az óvodai foglalkozásoknak, és ezt most, hogy elővettem a régi jegyzetet, állandóan ott vannak aláhúzva benne, hogy megelőzni kell. Tehát nem arról van szó, hogy valamit tiltani, leállítani, hanem arról van szó, hogy valamit mozgósítani a jó irányába. Tehát ha én el tudom indítani a mozgást a jó irányába, akkor nem fog a rossz irányba menni. De ha hagyom a szabadjára a dolgot, akkor már csak ott tudok beavatkozni, amikor már elfajul. Na most egy óvónő, aki állandóan rendre utasít, már lehet látni, hogy nem ért fel a nagyanyó szintjéig. De nincs élettapasztalata. Tehát nem tudja úgy befolyásolni a gyereket, hogy ez mindig kapjon egy kis instrukciót, egy tekintettel, vagy egy simogatást, vagy bármivel, hogy egy jó irányba tudjon elindulni. Tehát érezze a gyerek, hogy neki van feladata, van értelme annak, hogy ő ott van és tevékenykedik. Na most ezt nagyon sok pedagógiai mű hangsúlyozza, hogy ez alapja az óvodáskori foglalkozásoknak a mozgásra indítás. Ez általában játékos mozgás, tehát ezt van, aki a játék oldaláról, van, aki a mozgás oldaláról közelíti meg. Falvai Károly könyvében nagyszerű bibliográfia van. Tehát nagyon jól leírja, de ti már szégyellem, de a másik nem jut most eszembe, ti már Sándor, úgy van, köszönöm szépen, ma nem Györgyöt mondtam. Tehát Timás Sándornak ennél még nagyobb bibliográfiája van, és nagyon jó kezelhető, mert témánként csoportosítja a könyvének a végén. Tehát itt látjuk, hogy bizony ennek nagyon komoly szakirodalma van, és az idézettek mindezt hangsúlyozzák. Tehát nem a fegyelmezés, hanem az indíték, az kell, hogy működjék. Na most, három irányú programról van szó, tehát amikor az ember elindítja az óvodai képzést, ebből egy kimaradt már gond van. Tehát ezt most óvónőknek mondom elsősorban, de végülis is szülőknek is. Sőt, ha valaki szakfelügyelő akar lenni, vagy már az is hasznosíthatja. Tehát ezt kezdtem az előbb bevezetni. Az első, amit most hangsúlyozni szeretnék, az, hogy nagyon sokan beszélnek gyermekközpontúságról. Bármilyen furcsa hangzik, vagy bármilyen keményen fog hangzani, nem értek vele egyet. Messze menően nem értek vele egyet. Tehát egy óvodai nevelés, mint ahogy általában a gyermekkel való foglalkozás, ne gyerekközpontú legyen. Mindjárt indokolni fogom, hanem jövőközpontú legyen.
Na most ebben a jövőben természetesen benne van a gyermek jövője is, de ez a gyermek jövő, ez még két tényezőtől elszakíthatatlan. Az egyik a szülői ház, a másik pedig a nevelői testület, tehát maga az az óvónő, aki nevel. Tehát viszonyban nő a gyerek. Ha én ebből egyet kiemelek, és az összes többi rovására túlhangsúlyozom, akkor én egy pedagógiai büntettet követek el, és annak az összes következménye végső soron a gyereket fogja sújtani. Na most ezért kell nagyon pontosan elemenként tárgyalni ezt a kérdést. Hát először is itt egy három összetevőjű rendszerről van szó. A szülők felé is el kell indítani a nevelést, az óvónők felé is el kell indítani a nevelést, és természetesen a gyermekek felé is. Tehát mind a három komponens egyformán igényli is, és mind a három felé érvényesíteni is kell ezt a nevelést. Ez azt jelenti, hogy mi annak idején arra kaptunk fölkérést Keszthelyen, Molnár József és én is, hogy az óvónőknek tartsunk előadásokat. Szerencsénkre megadta a lehetőséget Móroczné Komáromi Gyöngyi, a iskola, hát korábban csak is az óvoda, ma már az óvodám és az iskolának is az igazgatónője, hogy bemenjünk ezekre a foglalkozásokra, sőt, direkt kérte is. Ez azt jelenti, hogy tele voltunk konkrét tapasztalattal, hallatlanul fontos és nagyon jó. Hát lecke volt ez, és rögtön kiderült az elején. Nekünk nem a gyerekekkel kell foglalkozni. Tehát, hogy mekkora megtartóztatást jelentett ez, azt tessék abból lemérni, hogy az ember végigment a folyosón. Tehát így már úgy nagyjából ismertek bennünket, és ez mutatja, hogy tulajdonképpen milyen csodák zajlanak itt le. Tehát aki a gyereket tehernek érzi, az vagy megőrült, vagy egyszerűen olyan mértékű tapasztalat hiánya van, hogy ezt már felnőttkorban nagyon nehéz pótolni. Egyszerűen nem tudja, hogy miről van szó. Végigmegy az ember a folyosón, úgy szépen morfondírozva, hogy na most mit is kellene akkor tovább jönben csinálnia, és akkor megy el mellette egy óvodás csoport ki az udvarra. És miután egy irányba megy, egyszer csak érzem, hogy valaki fogja a kezemet. És egy ekkora kis többszé gyerek, jó, a kezem után is, ha megyünk is együtt. Mondom, csak ki kellett menni velük az udvarra, ennek egész más lett volna az útvonala. Szóval ez az a bizalom, amit egyszerűen nem lehet szavakkal leírni. Aki tapasztalta. Szóval amikor az ember egy meleg kis kezet érez, és azt a teljes bizalmat, amivel elkapja a kezem. Fogalmam sincs, hogy ki az. Később aztán érdeklődtem utána, mert azért nem lehet az én kezemet csak úgy büntetlenül megfogni, tehát egy átlag gyerek, hát semmi különleges nem volt ebben a dologban. Arról van szó, hogy a bizalom meg volt. Na most ez az alapja, tehát ha egy kicsit több tapasztalatom lenne, ennek alapján nem mernék óvodásokkal foglalkozni. De itt abban az állapotban ez egy egyedi eset volt, tehát mi úgy értettük a feladatot és meg is fogadtuk, nekünk most első fokon az óvónőkkel kell foglalkozni. Erre szokták rosszmák megjegyezni, ugye, mert csinosabbak volt. Hát ennél valószínűleg, de annyira meleg szívű valószínűleg egy sem volt köztük, meg nagyon kiváló kollégák voltak. Tehát minden esetre a képzés elsősorban nekik szólt, de az első évfolyam után rögtön kiderült, hogy nem jó, nem elég. Tehát hiába vannak nagyon magas szinten már az óvónők, egyre távolodott, egyre nőtt a szakadék az óvónők és a szülők között. És akkor bizony bevezettük, hát abban már Molnár Józsa nem vett részt, mert egyszer nem győzte már idővel, de bizony be kellett iktatni a szülőknek is. És utána, amikor az iskola is megalakult, az már a következő alkalom témája lesz, akkor már rendszeresen, tehát ahányszor nem voltam, mindig legalább egy előadást kellett nekik, ahol megmagyarázta az ember, miért tud tanít, ahogy tanít, és egy picit a szülőt előbbre vitte, mint a gyereket. Tehát, hogyha hazamegy a gyerek is kérdez valamit, akkor tudjon válaszolni. És mindig tudja, hogy mikor, miért azt mondja a gyerek, amit mond. Tehát mind a három tétellel foglalkozni kell bizony, és akkor tud a gyerek is valóban, mint legfontosabb központba kerülni. Na most, mit jelent a gyermekközpontúság, ha a másik két tételt elhanyagolom?
rövid zárlatot és ördögi kört. Most ennek riasztó példái vannak. A mesemondás az egyik ilyen kritérium, azon nagyon sok minden megmérhető. Van egy ilyen móka, hogy majd az óvodás gyerek maga fog mesét mondani. Riasztó. Honnan tudhatná, hogy az összesűrített bölcsesség, ami egy magyar népmesében van, ami sok-sok évszázad, lehet, hogy évezred alatt csiszolódott olyanná, az mi mindent megjelenít a világ legkülönbözőbb szintű mozgásaiból, tehát a legáltalánosabb kozmogóniai, tehát világ mindenség születésére vonatkozó elképzelésektől egészen a leghétköznapi tételekig. Tehát például, hogy egy kislányból hogy lesz nagy lány, mondjuk ilyen tételekig. Tehát hogy várható el egy óvodáskorú gyerektől, hogy ennek megfelelő szintű mesét adjon, és ami a nagyon veszélyes, ezzel természetesen rövid zárlat keletkezik, a gyerek beleszeret a saját meséjébe, és azt hiszi most már innentől, hogy az az igazi. Ha egy népmese nem hasonlít az ő meséjére, akkor innentől kezdve a népmese lesz az, ami a rosszabb, elmarasztalható, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a... Én egyszer nagyon csúnya kifejezést használtam, amit most nem fogom. A latin megfelelőjét fogom mondani, ez körülbelül olyan, mint amikor a fekáliát visszacsatolom a fekáliához. Tehát abból étel soha nem lesz. Ez egy nagyon fontos tétel. Tehát ebből majom magatartás lesz, és ezt is hívja elő a gyerekből. Most a rajzokkal szintén van egy ilyen veszély, de ott sokkal több a korrekciós lehetőség. És ez egy önkorrekciós mechanizmus is jelen, nem csak a Isten őriz, hogy ez a nevelő korrekciója legyen. Mindenesetre a másik ilyen központúság, tehát a gyermek központúság mondom a rövid zárlathoz, és ezen egy ördögi körhöz vezet, nem tud kinőni belőle a gyerek. Elégedett lesz önmagával. Na most nincs veszélyesebb gyerekkorban, mint az önelégültség. Tehát az enyhe frusztráltság is jobb ennél, mert az is legalább serkent egy magasabb szint megcélzása irányába, bár az sem szerencsés. De egy teljes kiegyenlítettség, ez maga a halál. Tehát ez azt jelenti, hogy az illetőt annyira elégedett önmagával, hogy egyszerűen nem hajlandó tovább menni. És ha én állandóan ezt a semmit, amit produkál, ezt dicsérem meg, ezt helyezem előtérbe, ezt helyezem középpontba, akkor gyakorlatilag zárt kört képeztem. Most a másik az a tananyag központúság, és itt a tananyagot nyugodtan írhatjuk tananyagnak idézően nélkül, mert bizony van az óvodai képzésnek is egy ilyen megtanulandó része. Ez elsősorban a felső tagozatban, tehát a nagycsoportosoknál érvényesül, de már a legkisebb csoportosoknál is vannak bizonyos betétek, amik megtanulandó dolgokat leültetik őket szépen. Esetleg egy-két példát is tudok rá mondani, hogy hogy zajlanak le ezek. Például bevisznek különböző terményeket, ezt a legkisebbeket is lehet játszani. Letakarják kendővel, és akkor sorba alá kell nyúlni a kendővel, és megmondani, hogy ez kemény volt, vagy puha, szúros volt, vagy sima. És itt tehát bizonyos szókészlet csiszolódik vele, aztán az érzékelés típusokat megkülönböztetik. Tehát ezek bizony feladatok, és ezeket már a legkisebbek is egy-egy ilyen játék özön egy-egy pillanatában szépen leállítják őket, leültetik az asztalhoz, és akkor ez a foglalkozás típusa. Tehát vannak ilyenek, de ha ez eluralkodik, akkor viszont lineárissá változik a képzési rendszer. Ez pedig egyértelműen az ellenvertelenedéshez vezet. Tehát ez azt jelenti, hogy rész tudnivalók, után újabb rész tudnivalók jönnek, megint rész tudnivalók, és nem tud kiteljesedni a gyerek egyikben sem. Tehát ez az, amit ma veszélyesebbnek érzünk, mert ez vezet tovább az iskolai képzésben, és ennek az iskolai képzésben sem lenne helye. Legalábbis az alsó tagozatban biztosan nem. Most akkor hát mi legyen, ha se ez nem jó, se az nem jó, nyilván ki lehet találni. Ezt érdekes módon magukra a gyerekekkel már meg lehetett beszélni. Hogy ennek a kettőnek mi a veszélye, illetve hogy mi az ideális. És akkor ők maguk mondták, hát a dugóhúzó.
dugóhúzó. Tehát amiben a ciklikusság is jelen van, meg az irányultság is jelen van. Rémán láttak dugóhúzót, most úgy néznek el, mint hogyha soha nem akkor a disznó farka. Tehát az azért nagyon lényeges, mert mind a kétféle mozgásrendszer megvan benne az előnye, ez azt jelenti, hogy magasabb szinten ugyan, de visszacsatolódik az előző tudáshoz. Tehát alkalma van újra és újra átélni el, tehát az bizony tovább erősödik benne, rögzül benne. De ugyanakkor van egy haladás, tehát mindig magasabb szintre kerül a gyerek. Hát nyilván az egész képzési rendszernek ideális esetben ez lenne a struktúrája. Hát egyelőre elég messze van tőle. Most, tehát ez a jövő központuság. Tehát lehet gyermekközpontúság, azért rövid zárlatot okoz, tananyagközpontúság, egy linearitást és ezen keresztül elembertelenülés. A jövő központúság pedig egy spirálrendszert ad, ennek a képlete a dugóhúzó, és ebben rendkívül fontos, hogy pulzáló jellegű. Tehát még a dugóhúzó sem teljesen egyöntető, abban is vannak sűrűsödési és ritkulási fázisok. Ez miért fontos? Azért, mert amikor eljut egy bizonyos tudásanyag átérés, ez kell neki egy kis szünet. Kell, amikor ez szépen leszűrődjék, teljes élménnyé váljék, és szeretné magát kivihegni is. Tehát nem lehet túladagolni, hogy na most már akkor ezen túl vagyunk, jöhet a következő. Nem jöhet a következő, annak le kell szűrődni. Hát nem véletlen, hogy itt egy-egy előadáson, és pedig igazán nem óvodáskorokkal beszélek, időnként egy-egy rossz viccet el kell sütni. Miért? Hogy amíg önmagukat kineredik, addig a dolgok úgy maguktól leszűrődjenek. Tehát ne halmozódjék egymással sok-sok új ismeret. És néha bizony vissza kell térni, és vissza kell hozni egy-egy témát. Na akkor ennyit az alap kérdésekről, és akkor mi legyen a kiinduló pont? Az egész további fejtegetésnek, ami aztán már képekhez kapcsolódik, én egyetlen mondat. Ez egy elég csúnya mondat, ezt ebből is mondom. Így szól, ma minden gyerek hátrányos helyzetűnek számít. Ezt megint tessék aláhúzni. Tehát kivétel nélkül minden gyerek ma hátrányos helyzetűnek számít. Lehetnek halmozottan hátrányos helyzetűek, lehetnek kevésbé, de mindegyik. Miért? Azért, mert nem születnek jól. Ez mit jelent? Ezt Molnár József elég sokszor részletesen is elmesélt, én most csak rövidre fogom mondom el. Itt arról van szó, hogy a születésnek az első pillanatai meghatározóak az egész életre. Ezt nevezik bevésésnek, imprintingnek. Ez azt jelenti, hogy akár állati, akár emberi lény ezekben a pillanatokban kapott benyomásaitól élete végéig nem tud megszabadulni, alapjaivá válnak minden további benyomásnak, minden további, akár ösztönös, akár tudatos cselekvésnek. Hát erre gyönyörű példákat hozott fel ennek a területnek a kiváló Nobel-díjas szakkutatója, ő meg is érdemelt a Nobel-díjat, őt Konrád Lorenznek hívják. És hát a könyvei magyarul is olvasható, nagyon szép példákat hoz fel. Ő természetesen állati példák alá hozakodik elő, mert ő az állatetológiának volt kiváló művelője. Tehát gondoljunk, talán egy olyan példát mondok, ami utána nézhető, tehát nem Lorenz szerepel ugyan, de aztán Lorenz től idézi, az is, akitől most én idézem. Ez egy Edward T. Hall nevű úr, Hallnak írja két ellen, és Edward is egy nagy T betű a középső nevének a rövidítése, és az a címe a könyvének, hogy Rejtett dimenziók. Na most ez a könyv valamikor 76-77 körül jelenhetett meg. A mi nemzedékünknek, akik akkor már pedagógiai pályán voltunk, épp a felnőtt képzésben voltunk, szabás katekizmusunk volt. Szó szerint hosszú oldalakat idéztem én annak idején belőle. Már régen fejből idézem, akkor még a könyvből olvastam föl. Tehát egy alapvetően fontos könyv, nagy igazság lehetett. Kedves egészségelet üszöntőnek. Tehát érdemes utána menni könyvtárakba, mert ezt úgy tudom, többször is kiadták, és minden nagyobb könyvtárban beszerezhető. Na most ebből idéznék, lehet, hogy majd többet is, egyet mindenképpen. Ennek a lényeg a következő. Két macska populációt,
ami ugyanabból az alomból származott, tulajdonképpen egyetlen populáció, tehát egy alomból származó két macska csoportot, elkülönítve tettek be két szobába. Az egyik, mind a kettőben ugyanazt a táplálékot kapták, ugyanaz volt a hőmérséklet, ugyanolyan fényviszonyok voltak, és itt is itt. Egyetlen különbség volt, az egyikben egyenletes távolságra vízszintes csíkok voltak, vékony csíkok voltak fölfestve a falra. Mind a négy falra folyamatosan. A másikban ugyanez függőleges irányban volt. Ugyanolyan távolságra, csak függőleges irányban. Most kinyílik a szemük, ugye, mert tudjuk, nem rögtön mérik ki, hanem amikor kinyílt a szemük, tehát az első vizuális élmény éri őket, na most ez az, ami aztán majd bevésődik egy életre. Tehát innentől kezdve egy darabig hagyták még őket így külön, aztán a két csapatot összeterelték, és egy harmadik szobába tették őket. A harmadik szobában pedig drótok voltak kifeszítve, vízszintesen, ugyanarra színre festve, ugyanarra vastagságban, mint amilyenek ott falra voltak festve. És ugyanakkor függőlegesen pálcák álltak ki a földből, feltűnve ugyanarra színre festve, mint amott a szobában a függőlegesek. Következő tapasztalták, teljesen egyértelműen ismételt kísérleteknél ugyanígy, azok a macskák, amelyek a vízszintes vonalazású teremben látták meg a napvilágot, szó szerint mondom, azok sorra neki mentek a függőleges botoknak, bármilyen halsán színekben voltak azok kifestve, egyszerűen nem vették észre őket, és életek végéig ebből nem lehetett kinevelni őket. Ugyanez fordított irányban a másik populáció, a másik részével a populációnak. Tehát ez azt jelenti, így is foglaltam ezt egyszer össze egy rövid írásban, vízszintes macskák, függőleges macskák. Tehát amelyek vízszintesnek születtek, soha többet az életükben nem voltak képesek a függőleges irányt, akármennyire hangsúlyozták észrevenni. Másik pedig fordítva a vízszintes. Tehát neki meg fönnakadtak a drótokon, ahol ott meg lehetett volna kerülni őket. Na most ezek már magában az alappublikációban is, de hát Edvard Hónak a művében különösen hangsúlyozva arra figyelmeztető, hogy vigyázzatok emberek, mert az első benyomásnak döntő szerepe van az életben. Tulajdonképpen most ezt zárójelben mondom, tehát nem kell feltétlenül csak hazavinni ezt a tanúságot, de nem tartozik szorosan a témánkhoz. De zárójelben megjegyezhetem, hogy az egész asztrológiai gyakorlat, amely személyes sorsot, születési horoszkóp alapján vizsgál, ezen a tényen alapszik. Ugyanis a születés pillanatában én hiába tudom, hogy nem kimutatható ez a hatás a gyermekre, na de pontosan tudjuk, hogy nem mindegy, hogy ugyanakkor a csillagászati környezetünkben mi kerül a nap mögé, vagy mi kerül a hold mögé, vagy egyáltalán van-e hold, vagy van-e nap fönn. Tehát teljesen mások a hatások. Na most miután az ember elképzelhető legérzékenyebb szerkezet, tehát nyilvánvalóan ezek a születése pillanatában ért hatások, ezeket nevezik egyébként radixnak, tehát gyökér tényezőnek, tehát egyértelmű, hogy nagyon nagy és többet kitörölhetetlen hatással lesznek a gyerekre. Mondom zárójel bezárva, ezt csak azért mondom, hogy nehogy azt higgyük, hogy a tudomány egyik területén Nobel-díjas feltételezés majd át fog kerülni egy másik területére a tudománynak, nem, ott a mai napig szigorúan tagadja a csillagász a maga szakmájában, az orvos a maga szakmájában, hogy jelentősége van a csillagállásnak egy gyerek születésekor. Hát pedig bizony van. És méghozzá egész életre meghatározó jelentősége van. Tehát ez nem azt jelenti, hogy minden tette, tehát az, hogy gonosz tevő lesz-e, vagy proféta lesz, hanem bizonyos kereteket, azt viszont nagyon erősen meghatároz. Tehát ugye, magyar népmesék között több olyan is van, amikor Jézus sétál Szent Péterrel a világban, és akkor hát egy vajódó asszonynál kérnek szállást, és mondja neki a férj, hogy sajnos az asszony ilyen állapotban van, hát nem adhatok, mire mondja Jézus, semmi baj nincs, és hát nagy jaj van, tehát azért ők ott maradnak. Tehát nem bent, hanem kint a pitvarban. És akkor hát nagy jajgatás, a Szent Péter mondja, hogy uram, hát könnyítsd már meg, hát mi az neked, hát most miért kellene szerencsétlenül neki szenvednie? És mondja neki Jézus, hogy elég meg ki, és akkor nézd meg, hogy mi van a csillagoségen. Kimegy Szent Péter, mondja Jézusnak, azt mondja, még várjunk egy kicsit.
és akkor lejátszódik még kétszer, és amikor tényleg már borzasztóan nagy fájdalma vannak a hölgynek, akkor ez csak azt mondja, hogy na most szaladjál ki Péter. Kivegy Péter, majd azt mondja, most megszületik a gyerek, és abban a pillanatban már sírás oda, belőle megszületett a gyerek. És akkor Péter elkezd hadonászni, de uram, miért vagy ilyen kegyetlen? Hát kellett ennek a nőnek ennyit szenvedni, és akkor mondja neki, hogy figyelj ide. Amikor te először mondtad, hogy szülessen meg, ha akkor megszületik, akkor egy hírhet gonoszt elő lett volna belőle, és akkor akasztófán végezte volna. Amikor másodszor szóltál, ezt nagyon mondom, akkor egy politikus lett volna, és remények szerint ugyanott végezni. Tehát ezek csak azért, mond erre is valamit, csak arra nem emlékszem. Tehát lényeg az, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy melyik az a pillanat, mert annak a hozadékát fogja majd kiteljesíteni, természetesen akár jó, akár rossz irányba, korlátlanul, hiszen szabad akarat működtet a kereteken belül. Na de, akkor visszatérve ehhez a hátrányos helyzethez, jelenleg mi történik? Először is mi volt valaha? Ne felejtsük el, valaha a szülőnő a boldogasszony ágyát feküdte. Ez azt jelenti, hogy a szülőnő helyzete az maga a felmagasztaltatás volt. Tehát nőként ennél egész egyszerűen földi körülmények nem kerülhet magasabbra. Ez maga a boldogasszony helyzet. Tehát ez a felmagasztaltatás. Jelenleg mi a helyzet? Hát ezt most nem akarom részletezni, ez a megaláztatások sorozata, de valami egészen brutális megaláztatások sorozata. Amikor jön egy senkiházi, egy enyhén nagyarát, és általában még ráadásul iszákos férfiú, és elkezd egy nagy borotvával bizonyos testtájakat borotvágatni. Tehát ezek már olyanok, amikor én megtudtam ezt gyermekem születés előtt, hát azt hittem, hogy bemegyek és megfojtom ezt a mukit. És aztán megmondják, hogy igen, az higiénikus szempontból nagyon lényeges. Hát persze, minden indián nő ezt csinálja, gondolom, higiénikus szempontból. Tehát, és megcsinálják. És természetesen átvágják, és itt amit lehet megalázó, és fájdalmat, és ugyanakkor, hát, hogy mondjam, csak egy ilyen kiszolgáltatottságot jelző helyzet. Ez szülőszoba, mint tömegszállás. Egyébként sajnos nem csak a szülőszoba az, hanem nincs egyéni keret a születés pillanataiban. Ráadásul műtőben születnek. Most már is mondom, hogy az elképzelhető legelőtelenebb testtartásban. Amit minden orvos egyébként tud. Pontosan tudja, hogy ennél rosszabb testtartásban nem lehet szülni. Tehát soha történelmi korokban így nem szültek. Tehát ezt most számítsuk is a dolgokról, hanem azt legyük, hogy mit hall az a szerencsétlen gyerek, és mit lát, amikor kibukik a világba. Na most, hogy mennyivel később kezd el látni, az egy más kérdés, de mit hall? Hát hallani ugye már 3 hónapos kora után elkezd az anyaméhbe is. Hát ott mit hall? Hát természetesen beat zenét, és természetesen abból is elsőn a heavy metalt. Utána, amikor megszületik, és már saját füllel hall, akkor meg ilyen pengő, steril, fényes hangzásokat. Miért? Mert az veszik ő, hát a szülőszobában ilyen hangok vannak, ilyen hangok vannak. És abszolút szemtelen emberi hangokat, amitől egy pillanatra legszívesebben visszafordul, hogy ide jövök én ezek közé. Tehát ez a benyomás, és akkor még egy normális levezetési szülésről beszéltem, és amikor környezetet lát, mit lát? Ez az, hogy semmit. Tehát az abszolút sterilitást. A legjobb esetben is. Tehát egy abszolút sterilitást. Most erre mondják, hogy ingerki, szegény környezet. Tehát azt jelenti, hogy ennek egyszerűen nullázódnak az alapélményei. Ez a továbbiakban nem lesz mozgósítható vizuális téren. Csak a rettenetesen sokkoló dolgokra, vagy a pikásnak az abszolút felső fokára. Tehát egész egyszerűen nem lehet befolyása. Ilyen mutogatom neki a szépet árnyalt formában és hát gazdagon nem fogja megérinteni. Tehát ezért mondom, hogy elvileg minden ilyen környezetben született gyerek súlyosan fogyatékos. Most, hogy érezzük a kontrasztot, és azt is érezzük, hogy ez nem szükségszerű. Tehát szó sincs arra, hogy hát ilyen a modern élet, most ebbe érkezd el, hogy miért kéne elfogadni?
miért kéne elfogadni? Egyáltalán nem szükségszerű. Tehát itt arról van szó, hogy valaha, és itt most ne a valahára tegyük a hangsúlyt, hanem arra, hogy van egy ilyen lehetséges megoldás. Én nem is szeretem azt a megfogalmazást, időnként Jóska bátyánk is használja, és én akkor mindig figyelmeztetem, a régi ember, ez nem a régi ember, ez az ember. Jelenleg nem az új ember, hanem majom ember van. Tehát itt vigyázzunk, mert ha én állandóan a régit az újjal összeveszítem, akkor nem találok el a jelenbe, és akkor hogy megyek hát a jövőbe. Ugyanis ez a régi ember, ez egyben a jövő ember, ha egyáltalán ember akar lenni. Na most ez mit kapott? Amikor a boldogasszony ágyában meglátta a napvilágot, akkor ott körülötte magában az ágyban is, és a közvetlen környezetében, tehát a szülőszobában annak a nemzetségnek az összes legfontosabb jelképe ott sorakozott, mégpedig nem libasorban, hanem rendszer szerint. Tehát ezekkel nagy pontossággal foglalkozott már több kutatócsoport, és pontosan tudjuk, hogy egy parasztszoba belseje, az ügyben tiszta szoba belseje, az bizony a fényjárására alakult. Éppen úgy, mint egy inka fényszentély, amit ugye megcsodálunk, mert lejött nekünk ugye az interneten, de a tiszta szoba az már büdös, mert az, hát az biztosan nem is volt úgy. De igen, úgy volt. Tehát ezt igenis mérnök, mint egy kiváló műszerzettségi mérnök már a 70-es években kimutatta. Az benne is volt annak ilyen művészet folyiratban, sőt, még hazatalálásban is bevettem ezt a levezetést, tehát ezt a kimutatott fényjárással kapcsolatos diszipminrendszert. Ebbe születik bele. Most ez mit jelent? Azt, hogy a zenei első benyomásai azok a legarhaikusabb, legősibb zenei formák, ezek még mai napig így tartja őket számon a zenetudomány. Ez mi? Hát a bölcsődal, könyörgöm. Tehát a bölcsődalnál nincs arhaikusabb zenei forma. Ez azt jelenti, hogy rögtön a legmélyebb sűrítményt, a legtartalmasabb sűrítményt kapja a zenei téren. A látvány élményében mindent, ami neki, mint magyarnak, azon belül, mint palócnak, vagy matyónak, vagy bácskainak, ami a legfontosabb, az sűrítményként kapja maga körül. Erre nyílik rá a szeme. És ugyanakkor pedig testileg mit kap? Anyatejet. Tehát ugyanazt kapja testileg, amit szellemileg. A maximális sűrítményt. Na most, egyébként mit csinálna, hogyha engedném, mint kis állatot mozogni? Hát semmelyikkel nem törődne. Az anyatejet mind egyetlen lehetséges táplálékot még elfogadná, de rögtön elkezdene matatni. Tehát nem úgy kezdene el tájékozódni a világban, hogy a teljességet kapja, hanem úgy, hogy a részlegességekkel ismerkedik. Na most ezt mivel akadályozták meg? Hát a pólyával természetesen. És a mai orvostudomány mit mond a pólyára? Hogy iszonyatos zsarnokság, megakadályozzák, hogy fejlődjön a terek. Hát nehogy is. Pontosan arra szolgált a pólya, hogy ne kismajom váljon belőle, hanem ember váljon belőle. Tehát először a teljességgel ismerkedjen meg, táplálékformában is, meg szellemi táplálékformában is. És csak mikor már teljességet birtokba vette, akkor kezdjen el hozzá konkrét, egyedi, részleges tapasztalatokat gyűjteni. Mert ha nem, akkor ebből majom gyerek válik. Tehát sajnos az a helyzet, hogy a jelenlegi pólya nélküli időszak most már nyugodtan ki lehet engedni a pólyából, hát a körülötében úgyse kap semmi értékeset. Tehát mondom, a jelenlegi helyzetben tényleg nem sok értelme lenne a pólyázásnak. Na de hát semmi elvi akadálya nincs, gyakorlati meg nulla annak, hogy megint összeálljon egy olyan környezet, ami akár kórházban, akár szülőotthonban, akár otthon, mindent, ami a leglényegesebb a műveltség szempontjából, sűrítmény formájában körévesz a szülőágynak, és zeneileg is olyat kap, ami utána hát egy életre táplálékot szolgálhat neki. Hát mondanom sem kell, ez nem a... Most nem akarok idézni jelenlegi slágereket. Tehát megoldható ez. Csak azért kell elmondani, mert mindig azzal mennek haza, és utána kapom ezeket a visszajelzéseket,
Jó, de hát ez már a múlt. Hát ezzel most mit lehet kezdeni? Mindent. Az egészet úgy, ahogy van, ma is meg lehet valósítani. Semmiféle akadálya nincs. Na most a múltat visszahozni, ezt talán a múltkor már említettem, de újra elmondom, itt bizony újra és újra mondjuk fel magunknak, Hintalan Lászlónak azt a nagyon szép hármas megfogalmazását, amikor személyre vetették, ugye, hogy hát jók ezek, de hát a múltat nem lehet visszahozni, emlékszünk még rá, ugye. És akkor az első példa úgy volt, hogyha valaki beszennyez egy folyót, és én kitisztítom, azzal én a múltat hoztam vissza. Aztán, ha egy gyermek eltéved, és én hazavezetem, azzal én a múltat hoztam vissza. Vagy ha összeveszem egy barátom, és utána kibékülünk, azzal én a múltat hoztam vissza. Tehát ezeket a példákat nagyon jegyezzük meg, mert nem jó hiszeműek az ilyen vádak, hogy hát ez a múltbaka csingatás, már nem is beszél a magyarkodásra és egyébekről, tehát hogy ez úgy is megvalósíthatatlan, egyáltalán nem megvalósíthatatlan. Örömhírem van. Valaki kihagyta belőle a fejét. A pénzbeszedés helyén maradt, és nem tudták a kedves örömnek megmondani, hogy kihagyta. Valaki úgy érzi, hogy enélkül nem ér semmit a feje, az nálam átveheti. Na, ezek után ismerni valaki. Jó, ugyanez még nálam is a család. Na, akkor mielőtt elkezdjük a vetítést, ezzel már a vetítéshez kapcsolódva, két apróságot ad mondjak még el. Az egyik, mind a kettő a szülés körülményeivel kapcsolatos, és mint rendesen szünetben egy-két nagyon jó hozzászólás hangzott el. Az egyik az, hogy a otthonszülésnek bizony már elég szép hát kultusza kezd kialakulni. Ez volt az egyik bejelentés. 100-on fölül van már a otthonszülők száma. Nem is emlékszem már, hogy mennyi, mekkora idősségen belül, de akármennyi belül mindenképpen szép számról van szó. A másik hír, ami ne legyen teljes az örömünk, hogy viszont az orvosi kamara az otthon szülőorvosokat kirekeszti. Ez még a másik oldal a dolognak. Még ugyanebben a hírben foglaltatott benne. Most miután egyiknek sem néztem utána, tehát úgy közlöm, mint egy frissen kapott hírt mind a kettő. Meg kell mondjam, hogy egyiken sem csodálkozom. Az igény tényleg óriási. Nem, szóval van már egy olyan nemzedék, aki ha már egyáltalán szülni óhajt, akkor szeretne ő maga meghatározni, milyen körülmények között. Miután nincs jelen, hát hadd mondjam el, hogy a lányom is ilyenek közé tartozott, és azért el lehetett érni, igaz, hogy szülőotthonban szült az első gyermekét, tehát nem kórházban, azért biztos, hogy keményen meg kellett küzdeni az orvosokkal, de mégis ő maradt fölül. Na, tehát el lehet érni. Másrészt pedig van olyan kórház, ilyen például a Szent Margit kórház, ahol hát horribile dictu, odaengedik a gyereket az anyjához. Tehát ez valami akkora vívmány, hogy az ember nem is tudja, hogy meddig tapsoljon neki. Azt hinni az ember, hogy ez maga a természetesség, de hát nem, messze menő, nem. Ezt ki el kellett érni, és ezért kellett vállalni a felelősséget nyilván egy főorvosnak, akit nyilván ugyanúgy szorongatott a saját szakmája, mint azokat, akik otthonszülést vállalják. Na most, ami miatt én ezt felemlítem, megköszönve az ilyen információkat, kedves orvos, nem mondhatom, hogy kollégáktól, mert nem vagyok orvos, de egymásnak viszont teszem kollégáim oda. Azért teszem, mert végülis egy dologról én ejtettem szót, ami hátrányos helyzetbe hozza az ilyen körülmények között született gyerekeket, de a másik hátrányuk az a következő képekből fog majd kiderülni, nem mindjárt az elsőkből, de itt kell elmondjam, mert ott már kevés esély lesz rá, hogy ilyenekkel foglalkozunk. Ez pedig a következő. Abban a pillanatban, hogy megszületett, hogy elveszik az anyjától. No hát ez csak természetes, mondhatnánk rá, hát egyáltalán nem természetes. De még így általában a higiéniai szempontokra hivatkoznak, elviszik tőle, és ez még önmagában, ez is óriási veszteség, mert ez első ösztönök, és a legkeményebben azonnal érvényesül ösztönök, hát egyike az éppen a kapaszkodás ösztöne. Na most, hogyha nincs mivel kapaszkodni, és hát az anyjával természetesen. Na most, ha nincs mellette az anyja, akkor abba fog kapaszkodni, ami mellette van. És hát ez már megint a bevésésnek a
hát a gondolatrendszerébe kapcsolat, de ennél sokkal nagyobb veszély van. Egy olyan helyiségbe viszik be, ahol egy merev rendszerben kis ágyak sorakoznak, és az első élmény az, hogy Jézus Mária, hova születtem? Hát itt én belőlem körülbelül 25 van. És mindegyik ugyanúgy visít és bőg, mint én. Tehát, hogy nem vagyok személyiség, nem egy valakinek jöttem erre a földre, hanem belőlem van minimum 25. Most erre szokták rögtön válaszolni orvosok, hogy ha már nincs csak 25, tényleg nincs, már csak 12 van, óriási. Tehát most örülnünk kell annak, hogy nem szülnek annyit a magyar nők, érthető? És ezzel megvan oda a probléma. Hát nem ez a probléma, hát ha csak 2 van belőle, akkor is ugyanaz a gond. Hogy nem tud személyiségként érkezni erre a földre, hanem tételként érkezik egy mennyiségnek egy bizonyos hányadaként. Mennyiből vagy te egy? Hát 12-ben miért? Mert most a szülőszobában 12-en visítanak. De ugyanúgy visítanak, és ugyanúgy vannak elhelyezve, tehát akárhova nézek, saját magamat látom egy másik kiadásban, hát nincs deprimálóbb élmény ennél. És képzeljük el, hogy ide följön még 12, és ugyanígy tartja a mikrofon, és ugyanígy dumál bele idétlenségeket, mint ahogy én most. Tehát ez hihetetlenül lehangoló dolog, mert sehol nem érzem a magam fontosságát. Érdemes volt így földre születni? Tehát ez az az élmény, amelyik a tömegembert már a bölcsőben, tehát már ott a kiságyban elkezdi gyártani. Most ezzel a tömegemberrel utána hol találkozunk? Mi választásokon találkozunk, nincs saját véleménye. Nincs saját véleménye, egy beleprogramozott vélemény van, azt se tudja, hogy ez honnan jön, lényeg az, hogy a másik is ezt visítja, én is ezt fogom visítani. Tehát ez tipikus főemlős magatartás, ennek semmi köze nincs az emberi magatartáshoz. De szerencsétlen ebbe születik bele. Tehát nekünk innentől kell kezdeni őt fölemelni. Ettől az állapotra. Nem reménytem már ezzel, csak tudni kell, hogy jelenleg itt kell elkezdeni a gyerekkel való foglalkozást. Ez egy hihetetlen alacsony szint. Tehát ennél mélyebben nem is igen lehet süllyedni emberi hát születéssel. Most a másik, ami szintén ehhez a kis bemutatandó képanyaghoz kapcsolódik, és ezt látni fogjuk a gyermekrajzokon, hogy ennek milyen a lecsapódása. A gyermekrajzokban nagyon sok minden tetten érhető és végigkövethető. A másik az, hogy óvodai praxisban döntő szerepe van, ez majd a legvégén megint vissza fog köszönni, ez az előadás legvégén fog erre még visszautalni. Döntő szerepe van annak, hogy egy gyermek 3 éves kortól, mondjuk 6 éves, 2 éves korig, mekkora területet érzékel egyszerre. Na most tudjuk, hogy egy jó focista egyszerre hátán hordja a pályát, tehát az egész pályát egyszerre tudja érzékelni. Ez egy hallatlanul magas szintű hát beidegzettséget igényel. Egyébként kevés ilyen focista van nálunk, azt hiszem, itt most nincs ilyen, de általában a középpályások szoktak ilyenek lenni. Tehát amikor a saját kapját, az ellenfél kapujáig egyszerre tudja érzékelni, akkor sem behunja a szemét. Mert amikor épp lekezdeni a labdát, akkor nem látja egyik kaput sem, de akkor is kell tudnia, hogy hol van. Most egy óvodán gyereknél nagyon pontosan kell tudni, szülőnek is, óvónőnek is, hogy a gyereknek a közvetlen érzékelt tere nagyon szűk. Nagyon-nagyon szűk. Tehát ő egy ekkora területen, ha abba belemászik valaki, ezt nagyon érzékenyen él meg, de azon túl ott egy párduc éppen most ehet egy gazellát, abszolút idegen hagyja. Tehát néha, ugye fölmerül, és ez tulajdonképpen most kérdésnek a konklúzió, ami felé most vezet ez a kérdés, az úgy hangzik, ha megszavaztatnám a tisztelt társaságot, hogy melyiket tartják egészségesebbnek, jobbnak. Azt, ha különböző korosztályok vannak együtt egy óvodai csoportban, vagy ami az általánosak, hogyha évfolyamonként elkülönítve vannak. Tehát vannak a kis csoportosok, azon belül is mindig egy-egy évfolyamban együtt. Tehát pontosan azonos évjáratok kerülnek egy csoportba. Szokja meg az a büdös kölyköm, majd úgyis ez lesz az iskolában, stb. Tehát ez a bölcs mondás szokta ezt általában indokolni. Most nem fogunk tesztelni, egyértelmű, hogy a vegyes csoport a jobb. Tehát a pedagógiai
szerepe vagy jelentősége, amit el lehet érni pedagógiai szinten. A gyerekekkel nagyságrenden jobb a különböző évjáratokat tömörítő, úgynevezett osztatlan csoport. Hozzáteszem, hogy az általános iskola alsó tagozatáig legalábbis ez a sokkal jobb hatás fokon. Most mitől jobb? Hát mitől szoktak félni ilyenkor? Azt mondja, hát az idősebben már egész komoly játékokat lehet játszani, közben ott van, a kicsi zavarni fogja. Senki senkit nem zavar. Tehát itt a Keszthelyi óvodában kezdettől fogva éveken keresztül mondom, olyan csoportokat hatolhatunk, ahol teljesen független, hogy ki volt azokban élni, hogy igazgatta őket és milyen játékokat játszottak, mindegyik kivétel nélkül egyes csoport volt. Soha elő nem fordult, hogy kicsit zavarták volna nagyokat. Tehát éppen azért, mert nagyon szűk az a kör, amiben ő elfoglalja magát, és ha sikerül a nagyobbakat felelőssé tenni, tehát egy felelősség érzetet kifejleszteni bennük, hogy a kicsiknek a jólétért már most ti nagyobbak vagytok, tehát már ti is feleltek. Tehát nem az, hogy ne zavard a kicsit, vagy ne bánsd a kicsit, mert ez megint a tiltás lenne, hanem bevonni őket. Még meg se érkezett a kicsi, a nagyobb már érzi, hogy hú, itt egy nagyon izgalmas feladat lesz, mert innentől kezdve, amit én eddig tudok, azt már meg kell osztanom vele, de nem így, hogy kell, hanem megoszthatom vele. És ez ténylegesen így zajlik le, ugyanis innentől kezdve a modell már eleve család modell. Mert eltekintve attól, hogy néha jönnek ikrek, de azért általában nem egy évjáratból valók a gyerekek. Ha kettő van, ha kettő se, ha három, négy, öt van, akkor ez annyi évjárat legalább, de inkább még több. Tehát azt jelenti, hogy az idősebben elkezd a felelősség elég korán érlelődni, és ha nem ketten vannak, akkor a kisebben is, maga idején ugyanígy a nála kisebben szemben. Tehát azt jelenti, hogy a közösségbeli viselkedésnek nem az ellentét oldala fog, hanem az egymásra utaltság oldala fog dominálni, amit, ha jól zogolja, akkor egy igazi családi és szeretetteljes légkörben, hát igazi élményé tud avatni a kicsi számára, a nagy számára is. Tehát még egyszer mondom, itt nagyon fontos tudni, hogy ezek az igénybe vett terek mekkorák a gyerekeknél, és például egészen egyértelmű élmény, majd fogom rajzolni is a táblára, hogy ekkora területen, vagy ott az asztal alatt 3-4 kis csoportos játszik, miközben az egész teret itt benépesítik a nagyobb, soha még véletlenül sem másznak be. Ha akarnak, akkor jelentkeznek, és akkor nagyobb behívják őket. Mert játékban be lehet kapcsolni őket, de csak akkor a nagyobb erre engedélyt adnak, és az neki kell először jelentkezni. Tehát egymást abszolút nem zavarják. És akkor a játékokkal ismerkedjünk meg. Hát a felső az a képünk, az a magyarság néprajzából való. És azért vetítem, mert a következő képek egyike másikra mutatja, hogy a felnőtt milyen mértékben tudja félreérteni a gyermeknek a saját maga által készített, vagy hát mondjuk az igényeivel diktált, de már felnőttek által készített játékokat. Tehát a felső az ünnep csontcsikó, amelyik egy csikónak egy bizonyos térhasznotért kalácsontjából való. Na most ez a két csontocska biztosan nem hasonlít semmilyen állatra. Tehát ha az ember azt mondja, hogy jól megnézte magának az ökröt, és megpróbálta leábrázolni, ez a két csont hasonlít az ökörre, már itt leállíthatjuk, hogy hasonlítám a körösztanyát tényleg kalácsára, mert arra tényleg hasonlít. De biztos, hogy nem az ökörre, hanem mire hasonlít, mert ez a döntő kérdés. Ugyanarra, amire ez a Mohenjo-dárói, tehát Indus völgyi, szintén gyermekjáték, amit ugye agyagból formáltak, és hát ez több ezer éves, nem is tudom pontosan melyik évezred, mert ott van alatta, de nem tudom elolvasni, talán a harmadik évezredből származik, biztos előtt. Tehát lényeg az, hogy azt ismerj föl, hogy ez a hengergőzve, előre haladó, nagy testű, lassú, de föltartóztathatatlan mozgás. Ennek a megjelenítője ez a csont, ez a kettős csont, amit ha húz, akkor ugyanúgy görög,
mint ahogy egy négyökös szekérnél egy ilyen imbolyogó, vagy kétökös szekérnél, tehát arra nem egy ilyen gyum-gyum-gyum és már megyek, hanem ez a bizonyos, ez az ide-oda imbolyogó járás, és lassú, és ez a hengergőző jellegű mozgás. Tehát ezt próbálja megragadni, ehhez keres modellt. Kérem a következőt. Van egy másik típus, aminek most az eredetét nem mutatom be, hiszen millióan látták, csináltak is, amikor a kukoricacsutkából készít, és teljesen meghagyja a kukoricacsutkát, két ilyen szilánkot tesz bele, régen ezt lehasították fából, ma nyufaszából, fopiszkálóból csinálják, beleszúrja, és abban a pillanatban megvan az ökör. De az ezt a típust adja, tehát ez egy másik, az még egy ilyen rakétaszerűen előre menő mozgást jelenít meg. Tehát a kétféle ökör nem is hasonlít egymásra. Egy csutka, egy kukoricacsutka semmilyen módon nem hasonlít arra a két csontra. Mert két különböző típusú húzóerőt jelenítenek meg. Mind a kettő hiteles, azonnal ráismerünk, és mind a kettőnek megvan az ókori kultúránkban a modellje. Tehát ahol egy kicsit tovább részletezve, de lényegében ugyanezt a formát adták. Ez például az ókori Egyiptomból való, és ott is egy ilyen sírmellékletnek, usirti figuráknak az egyike. Mehetünk tovább, kérem a következő. Na most, ez az az összeállítás, ami ezt talán egy picit most kérném a bizony lejjebb húzni, ha ez lehetséges. Ugyanis itt lehet valamit tetten érni, ami azt hiszem elég tanulságos lesz. Abban volt egy kiállítás, valamikor a 70-es évek derekán volt, lehet, hogy rajta is van a plakáton. Ennek a plakátját egy akkor nagyon híres grafikus művész, reklámgrafikus készítette, emlékszem a nevére, de nem akarom most elmondani, mert ez nem jó példa, nem növeli a hírnevét. Egyébként ezt megírtam, amit most elmondok, annak ilyen a művészetben. El is sokan morogtak is miatta. Miről van szó? Élő népművészet, és akkor egy olyan, ezek szerint a villany örökéletű, mióta Edison föltalálta ezen a fényerőn, mozog, nincs rá mód, technika századában, jó, nincs. Na jó, tehát azt jelenti, hogy adva van két lópatkó, ezek jól láthatóan hozzá vannak kötve, már jól láthatóan, azt mondom, ilyen fogom vetíteni, tényleg jól látható képen, egy lábashoz, és fölöttük ott van gyerek kézírásával, tehát abszolút hitelesen, hogy ez a patkó ló. Tehát magyarul a patkót kell nekem most lónak néznem, és ott van a gyerek leírás, ugyanis egy pályázatnak volt az egyik termék, és ennek a terméknek az alapján rajzolta a grafikusnak. Kérném akkor a következőt, mert azt majd látni is lehet. Na most így néz ki az a fotó, amelyiknek alapján a grafikus rajzolta a rajzot. És akkor az ember azt mondja, hogy hát gyerekek, ez nem létezik, hát ilyen nincs. Hát ilyet normális gyerek soha nem csinál. Ez pedig biztosan normális gyerek volt. Hát a kézírásból lehet észlelni, ez egy abszolút normális gyerek volt. Tehát először is így nem áll meg egy pillanatra sem egy lópatkó. Tehát nyilvánvalóan nem gondolhatja ezt komolyan, de ezt így húzni se lehet. Másrésztről pedig, ha én ezt így állítom föl, akkor mi a csodának ezekkel az istrángokkal oda kapcsolni a lőcsökhöz, hát hiszen mindegyik patkóba úgyis csak egy tud kiindulni, akkor minek két ponton kötni. Nem tudom, érzékelhető, amit mondok. Tehát azt akkor érdemes kötni, ha én lefektetem a patkót, és akkor az egyik végéhez, a másik végéhez vezetem. Na most teljesen nyilvánvaló, hogy eredetileg feküdt ez a két patkó. Minden normális gyerek ezt így is tesz, másképp meg se áll egyébként. És akkor abban az irányban nézne, hogy a lólábán is nézne, hogyha az haladna. És akkor egészen nyilvánvaló az is, hogy az első rész, ahol most ez az azonosítási billogó van, oda fűzte volna be a húzó zsineget, és annál fogva húzta volna. Tehát ez teljesen logikus szerkezet. Most mit csinál ebből a modern grafikus művész? Kétszeres képtelenséget. Egyszer a lábashoz való hozzákötés teljesen képtelen,
másodszor meg hát egy pillanatra se áll meg, nem csak hogy rögzítette így a pillanat felvétel idejére. Hát lehet, hogy föl, ja, ott van, látszik, föl van kötve, úgy van, már erre nem is értem elni. Ennyire kivetítve nem láttam. Úgy van, fölkötötte. Na most nem saját magát, ahogy ezt illet volna, hanem ezt. Ez valami hihetetlen, hogy mennyit tud rombolni egy ilyen. Most képzeljük el, ez visszacsatolódik a gyerekhez, ezt látja, mint kívánatos. Miért ezt került az utcán? Ez érte a díjat. És innentől kezdve rájön, hogy a dolgoknak nem működniük kell, hanem mutatniuk kell. Érthető? Tehát ne úgy csináld, hogy ez működjön, hanem úgy csináld, hogy jól mutasson. És ezt elég korán kapja, tehát még kisgyerek korában, és innentől kezdve ezt ki nem lehet belőle pofozni. Hát ugyanabban az írásban, ami ezt is reprodukáltam, bemutattam egy francia példát. Abban egy nyufás dobozra, ami kihúzták a tároló részét, arra egy parafa dugóból kimetszett háromnegyed kereket, tehát nem teljes kerék, háromnegyed, maradék negyed így ki van vágva, és a dobozra rá van ragasztva. Érthető? És fölülről pedig rá van ragasztva el a dobozra, ki van szedve a hátulsó része, és rá van ragasztva fölülről két nyufaszál. Na most ez mit jelent? Először is, ha én fölülről rögzítek egy komoly súlyt vívő talicsát, és ez talicska természetesen. Talicskára az azt jelenti, hogy elsőnek ez fog leválni. Tehát én nem fölülre kell rögzíteni, hanem alulra kell tenni. Teljesen nyilvánvaló. Itt már megbicsaklik a gyerek szemlélete, kettő, aminek forogni kéne, az keményen le van fékezve. Tehát mindent tud csak forogni, nem. Most nem tudom, hogy érthető, tehát egyszerűen tönkre zúzzák a gyerek szemléletét. Na most, hogy ez ilyen gyerek utána majd trianoni békeszerződést fog rám kerültetni, ezen már ne csodálkozzunk. Mert ez ilyen lesz, ha fölnő. Mehetünk tovább, még egyszer megpróbálom a lehetetlen, igen, ez is lehetetlen. Tehát ilyen egy gyerekjáték az alsó, amikor maga a gyerek tervezi. És olyan, amikor egy művész neki tervezi, vagy úgy tesz, mintha azt is neki ő tervezte volna. Menjünk is tovább, mert ez. Hát igen, ezek mind úgynevezett jó világításnál tökéletesen látszanak. Ezeket azért vetítem, mert van egy ilyen, hát ilyen sóhajszerű megjegyzés a rabónőknek, tulajdonképpen még a játékokkal foglalkozó szakemberek közt is, hogy nem kell ezekkel a régi játékokkal annyit törődni, bejöttek a gépek, ezek már egy más világ. Most kiderül, hogy amikor bejöttek a gépek, a gyerekek megpróbálták őket hát organikus rendszerbe beilleszteni, és még ebben a szakaszában a gépesítésnek, tehát amikor még gépeltek, nem tudom, ismerjük ezt a kifejezést, nem cséplőgép volt, hanem gépeltek. Tehát amikor forgott, ugye traktor forgatta a cséplőgépet, és úgy, hát csépelték ki belőle a gabonát, ezekből még ki lehet valahogy venni az állatot. Tehát a gyerek még tudja a formát úgy egyszerűsíteni, hogy egyfajta, igaz, hogy elég félelmetes, de állat lesz belőle. De ezen a ponton megáll. Miért áll meg? Azért a továbbiakban a forma tervezés minden lényegi folyamattól elzár bennünket. Tehát egyszerűen nem érzékeljük, hogy végül is mi történik benne. A forma nem azt tükrözi, ami benne valójában lezajlik. Tehát nekem megmondja valaki, hogy Volkswagenben mi zajlik, hát akkor az egy Merlin, vagy nem tudom mit mondok, egy látó embernek, nem lehet kitalálni a karosszériából. És szabályszerűen utaznak rá formatervezők, hogy legfeljebb a légellenállásig jussunk el, amikor a forma indokoltságát keresünk, de hogy bent mi van, arról halvány sejtelmünk sem lehet. Mert amikor én megtudtam először, hogy azért dicsérnek meg egy autót, mert a hűtője, ha fölnyitom, akkor belül egy nagyon nagy teret fed le, tehát akkor én hozzá tudok férni a motorhoz, és akkor megkérdeztem, mégis mekkora ez a beltér, és abban mekkora a motor, azt mondja, ekkora a beltér, és abban ekkora a motor. Mondom, teljesen bolond vagy.
ekkora motornak, ekkora motorház, igen, de jól hozzá lehet férni, hogyha javítani akarom. Puff. Tehát ez azt jelenti, hogy semmi módon nem lehet kitalálni, sem életére, sem működésére. Most itt a gyerek is feladja, és azt mondja, kész, innentől nem tudok vele mit kezdeni. De idáig még tudott vele mit kezdeni. A kerékpár pedig a népművészetben is bevonult. Tehát van bizony népművészeti faragványon kerékpár. Miért? Az áttételezés az tipikus rák tulajdonság, tehát itt meghajtom és itt pörög vele, egy 6-os és egy 9-es jelenik meg benne. És a szarva pedig, hát ugyanennek a keleti zodiákus benne megfelelője, tehát a bizonynak a megfelelője. Kérem a következőt. Na most ennek a típusnak, amit a gyerekek maguk számára csinálnak, ennek a legarhaikusabb művészetben megvan az előképe. Tehát itt még visszamentünk a történelme, ez a Fekete-tenger északi partvidékén került előásatásból, és egyszer Pestre hozták egy vándor kiállításon, ott fényképeztem el. Nálunk is van egyébként, sőt nálunk a korábbi kocsi modellek is vannak, ugye Budapalászról került elő, máshonnan is van, talán a legismertebb a budapalászi. Most ezeknek a formája az, ami a gyermekjáték, a gyermek által készített, vagy által a megállott játékhoz valóban közel áll. Mehetünk már is tovább. Na most ez megint egy olyan felvétel, amit hát nagyon ritkán szoktam vetíteni. Ez egy afrikai nép köréből származik, a Patkó gyűjtemény, Patkó Imrének, ez egy politikus újságíró volt, és miután bejárta a világot, ő egy nagyon jó menő, tehát egy vonalas valaki volt. És azok között is akadt egy-két érdeklődőm és jobb szemű valaki, és megengedte, hogy a gyűjteményeimbe fotózzam. Na most ezt nézzük a következő képet, ott oldalnézetben látjuk. Ez így néz ki, egy oroszlán, aki egy gépkocsin ülését kvázi vezeti. Tehát az ő közvetlen környezetükben az egyedi, tehát a közvetlen élmény az az oroszlán, a sebesség hozzá kapcsolódik, a nagy test, az ellenállhatatlanság hozzá kapcsolódik, és egyszer csak betör az életükbe, Európából, ugye az autó, vagy Amerikából. Most a kettőt egy darabig még megpróbálja összehozni. Mert a nagy erő, gyorsaság, ellenállhatatlanság, az így összeér az oroszlánból és az autóból. Tehát egy páratlan pillanat, mert utána elhagyja az oroszlánt, és fogja majd az autót tovább ragozni. Majd leválaszt, és csak az oroszlánt fogja idegenforgalmi nevezetességként megmintázni. Tehát egy egészen egyedi pillanat, a gyerek játékok tulajdonképpen ezen a szinten fogalmaznak. Ha, mondom, ha rájuk bízzuk, kérjünk a következőt, mert hiszen itt az egyikből való átlátás a másikba, ez a lényeg. És ha az ember úgy körülnézett ebben az elég sötét időszakban, tehát ez a 60-as évek, második fele 70-es évek, nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen ahol kultúrát lehetett töményen kapni, most tényleg ne tessék ide dobálni paradicsomokat, az a szovjet kultúraháza volt. És a vele szemben lévő oldalon pedig ott volt a boltjuk, ugye a Gorki könyvesbolt. Hát ott lehetett kapni lényegében bagóér olyan könyveket, amiket hát sehol más, akkor még nyugaton sem csináltak. Más kérdés, iszonyatos nyomással, de kitűnő képanyaggal, és bizony sokkal értelmesebb szöveggel, mint amiket ugyanerről a témáról mondjuk Nyugat-Európában vagy Amerikában fogalmaztak. Mert akkor ott már, tehát Amerikában egyértelműen, Nyugat-Európában éppen akkor kezdő, ez úgynevezett kultúrantropológia. Hát amelyiknél pusztító port nem igen találtak még föl. Tehát ott aztán tényleg, ahova az betörtött fű nem nő, de még tudva se. Tehát annak alapján, ahogyan ők tárgyalják ugye ezeket a képeket, ez itt most éppen egy, most nagyon szó szerint idézek, ez most itt egy cirkuszi jelenet és semmi más, és ez egy oroszlán idomárnő, nem is szabad benne más látni. Most az, hogy tele van jelképe az orosz, hát ráfestették. Volt rá idejük és pénzük is kész, ennyi. Tehát semmi az, hogy itt tulajdonképpen az egész oroszlán ennek a jelnek a feltestesítése, és ennek a szűzhöz való, amelyik semmi más nem ismer, csak zárt kört. Ugye,
Tehát azt a kört, amiben mindig önmagam marad, akárhányszor ismérti meg önmagát. Tehát tökéletesen kifejeződik, mert ez úgynevezett inkubói játékokban egyébként ennél még sokkal mélyebb jelképek is élnek tovább. Ezek tulajdonképpen a legősibb jelképeket viszik tovább a gyermekjátékok szintjén. Úgyhogy én amit lehetett, hogy gyorsan felvásároltam. És egyelőre még az unokákat is túlélték, mehetünk pár, ez már elég sokat, hogy mondjam, csak megpróbáltatásokon ment keresztül. Na. De a lényeg az, hogy ez például a kakasnak megfelelő, de hát ilyen kakas a világon nem volt. Tehát megint jól lehet érzékelni, hogy bizony ezek évkörjegységeket jelölnek, itt nem kell sokat magyarázni, nyilvánvalóan a nálunk halaknak nevezett kakas időszakról van szó, másiknál meg leválaszthatatlan az oroszlánról a szűz. Ez ugyanúgy leválaszthatatlan, mint hogy velük szemben a vízöntőről a halak, mert ugye annak a testiségét jelenítik meg. És itt van az a pillanat, ahol megint figyelmeztetni kell rá, hogy a cirkusz eredetileg nem az volt, mint ma. Tehát a cirkusz az búcsúban volt, nem akármelyik napok, a búcsú pedig az évkörnek a jelentős, tehát nagy ünnepekre telepedett rá, nagy ünnepek pedig az évkör jelentés pontjai voltak. Tehát végül is az egészet a fényárnyék évköri hát ritmikus alakulása határozta meg, és ennek a kifejeződése az, ami a cirkuszban lejátszódik. Nagyon jól azonosítható. Nézzük akkor tovább. Na most átmegyünk magába a mozgásrendszerbe. Tehát eddig tárgyszerűségükben néztünk gyerekjátékokat, ezeket tényleg játszottak. Tehát a Mohenjo-daroitól kezdve, hát egészen a legutóbbi rimkóvó játékokig. Most, ami feltűnő, az a következő. Lényegében ugyanazok a formák jelennek meg, az ábrázoló népművészet archaikus integrében, tehát például a kazettás mennyezeteknek a régi stílusú csoportjában, mint amelyek a gyermekjátékoknak hát a mozgásdiagramjait. Tehát ha én a fontosabb helyzeteket alaprajzilag modellezni akarom, akkor ugyanezeket a formákat kapom meg. Na most ez a gondolat akkor, mikor először publikáltuk ezt a művészet folyamatban, teljesen újnak tűnt, annyira, hogy alig engedték publikálni. Tehát az, hogy mit kellett közelharcban írni egy-egy ilyen írás publikásáért, hát azt mondanám nehéz elképzelni, mert a legfeljebb nem adnak rá pénzt, nem jelenik meg, de ha van pénzed, bármi megjelenhet elvileg. Tehát nehéz elképzelni, ma meg ebben a kiadványban a civilizációs kultúra mind a két írás, meg még egy harmadik is külön gyűjti a példát az ilyesmire. Tehát azt jelenti, hogy már az óvodai gyakorlatban eleve így játszanak a gyerekek, hogy miután lejátszottak egy játékot, megmutatják nekik, hogy például ugyanez székekapu faragmányán hogy jelenik meg. Aztán hogy jelenik meg kazettás mennyezeten. És ami még külön gyönyörű dolog, bár azt az elsősök majd a iskolai program ismertetésekor mondanám részletesebben, ilyen ábráknak a kipontozásait kapják meg a gyerekek, és ezen gyakorolják a vonalak kihúzásával ezeket a görbületeket, amiket utána a betűírásnál fel tudnak használni. Na most gondolom, hogy hát első hallásra is érthető, mennyire másképp kezd el betűket írni egy gyerek, amikor egy ilyen ábrán kezdi meg a vonalakat gyakorolni, és az ábrában mindjárt ráismer a saját előbbi játékának a mozgás formájára. Tehát ezek szerves egységben jelennek meg az óvodai foglalkozásokban. Azért mondom, hogy ezt feltétlenül szerezze be, aki gyakorló hát óvónő vagy hát gyereke van ebben az életkorban. Kérem a következőt. Most, ha az ember a mi gyermekjátékainkat általában ezeket Kis Áronnak a Magyar Népi Gyermekjátékok című ilyen vastag gyűjtemény alapján szokták megismerni, akik mondjuk nagy közönség köréből ismerkednek. Jó, a gyűjtemény, megvannak a maga gondjai, ezeket a Harmadik Károly fölösírja a figyelmet a könyvébe, de alapvetően nagyon jó munka.
munka. Nagyon fontos és nagyon jó munka. A játékoknak ez a formája, amikor gyerekeket, ilyenkor nem botok vannak leszúrva nálunk, hanem maguk a gyerekek képezik a botokat is, és ez a fajta színuszvonalszerű körséta megvan az indiánoknál, és ez azért nagyon fontos, mert ezeknél egyértelműen rituális táncokról van szó. Tehát a feljegyző maga is tudta, hogy ez rituális tánc, akik elmondták neki, azok is tudták, és aki kiirtotta emiatt az indiánokat, az pont amiatt írtotta ki, mert rituális jellegűek voltak. Tehát mert nem a keresztény ritusba, pontosan a judeo-keresztény ritusba illettek bele. Na most ezek a forgán, itt azért nagyon fontosak, mert a fejdísz és a kellékek egyértelműen elárják itt a fénynek az ide-oda játékáról van szó. Tehát itt nem arról, hogy most Kis Pistike vagy Nagy Józsika hogyan tud kacskaringozni, hanem arról, hogy a fény mit csinál egy bizonyos szakaszon belül, tehát egy bizonyos cikluson belül. És itt nagyon-nagyon szépen lehet látni, tehát leírásból is ismerjük ezeket. Kérném a következőt. Most itt kezdődik az a rész az illusztrációkban, ahol a közvetlen környezeti élmény, tehát a születéssel, mint bevésett első élmény, hogy belőlem egyszerre sok van. Tehát nem tudok egyénként ezen a világon működni. Most ez egy 4 éves kislánynak ismerem, már ő körülbelül szülő állapotban van ma, mert ez 70-es évek derekán készült, akkor ő 4 éves volt. Tehát már azóta biztos neki is van a gyerekei. Ez, bármilyen hihetetlen hangzik, ez az én otthonom, mondja ő, tehát ez az a lakótelep, ahol ők laknak. Most ez az alapélménye, és ez az a pillanat, amikor az emberek tényleg összeszokva a szíve, hogy ezzé silányult az a környezet, amiben ő ebben a szerencsétlen világon belecsöppent. Szóval aminek tele kellene lenni konkrét élményt. Gondoljuk el, hogy egy falusi gyerek mi mindent jelenítene meg ehelyett. Maga a ház már egy 3 szöggel az égre utalna, 4 szöggel az alatta lévő résszel a földre utalna. Tehát mindennek megvan a rögtön többletjelentés. Ennek semmiféle többletjelentése nincs. Tehát ez olyan szerkezeti egység, és ez az ő lakhelye. Ez az otthona, amiben se bemenni nem lehet, se belőle kijönni nem lehet. Ezen csak átmenni lehet, mert ennek nincs központja. Tehát ez az a világ, ami akárhonnan nézek, mindenkinek ugyanazt mutatta, jellegtelen, egyéniség nélküli, 25 ezer van belőle egy tucatban. És ez az alapélmény. Kérném a követően, 4 éves a gyerek. Most ez ugyanaz. Tehát a téma szemmel láthatóan izgatta, mert több rajzon megjelenítette. Most hogy tud bele életet vinni, valamilyen szint megpróbálja, tehát legalább színben megpróbálja megkülönböztetni. Most nem tudom, hogy emlékszünk-e még arra az időszakra, amikor ezek a nagy lakótelep építkezések voltak, és egyre másra nem találtak haza az emberek. Tehát az a legkevesebb, hogy én soha nem találtam meg lakótelepen senkit. Föl kellett hívni, hogy jöjjön a lakótelep szélére, és vezessen. Ma is így vagyok el egyébként. Tehát most ahhoz, hogy a gyerek egyáltalán az iskolába hazataláljon, különböző színűkre kellett mázolni ezeket a házakat. Hát amiből iszonyatok lettek, mert aztán ezek nem sehogy nem illenek egymáshoz, hát ha valakit érdekel a dolog, akkor a M5-ösön, hogyha befelé jön, akkor a Bekerle lakótelep az egy még egy szerves egység, de annak a folytatása kifelé a városból, az viszont már ezek pontosan egyforma méretű, és az egyik az kakadú színű, a másik papagáj színű, a harmadik nem tudom milyen színű, de olyan színű, amiben egy pillanatra se lakik szívesen az ember. Na most valami ilyen benyomás jelenik itt meg, kérem a következőt. És akkor vannak olyanok, ahol az ember tényleg már egészen meghatódik, hogy megjelenik, mint meghatározó élmény az autó. Na most nem azt mondja, hogy a fene ette, menjen innen, hát okádja a szennyet és hangos, nem hallom az anyám hangját, miközben elmegyek mellette.
Nem azt, hanem mit csinál? Kivilágoztatja, egy világot növeszti belőle. Tehát megpróbálja humanizálni. Na most tényleg megható a dolog, mert ő még nem tudja szegény, ezt így nem lehet csinálni. Ezt nem lehet. Szóval ameddig az autó a legsötétebb föld alatti erőt, az olajat használja föl, addig a legsötétebb fekete föld alatti erő fog benne működni, és addig bizony az egészségünket rontja, elkényelmesít, és itt tovább, és nem akarom tovább részletezni. Tehát egy emberi ritmusból, hát nem szól arra, hogy tele van vele a város, mozogni nem lehet tőle, ha havazik, nem tud megmozdulni, és itt tovább. Ha meleg van, fölford benne, tehát egyszerűen nem emberi környezetben való. Most erre meg még nem találtak föl, dehogy nem találtak föl, nagyon is föl találtak nála jobbat, nem engedik gyártani, mert az olaj maffiának még kell a pénz. Ennyi, erről van szó. Már régeség föl találtak nála jobbat. Nézzük tovább, ugyanaz a kislány volt egyébként. Na most, hogy hogyan próbálja meg ezt az emészthetetlen környezetet, valahogy, ez ugyanaz a 4 éves kislány. Majd aztán egy másiktól is mutatok. Tehát magát, ezt a kockázat nem lehet humanizálni. Ez teljesen lehetetlen. Ez csak leépít. Na most erre mondták annak idején még az építői, tehát akiket arra kényszerítettek, építészeket, hogy ilyeneket tervezzenek. Azt mondták, hogy ez kérem szépen, ez nem hajlék, ez nem is lakás, itt tárolnak embereket. Tehát ezek a szó legszorosabb értelemben csak tárolásra alkalmasak, de például már állatot nem lehetne ilyen körülmények közt tárolni. Ezt kipróbálták disznókkal, nem, későre beledöglöttek. Azoknak emberi hajlékot lehetett, vagy kellett építeni. Ennek megvan a maga története. Na most mit tetszik mondani, ez itt micsoda az épület mellett? Ott egy autónak látjuk a ennyi humanizált formáját, és mellette valami. Hát először azt hittem egy fa. Ez a villanyrendőr. Tessék fogózkodni. Tehát szemei vannak. Szem, néz. Na most megpróbálom, miért? Mert a gyerek látja, hogy pislog. Hát hol? Az egyiket nyitja ki, hol a másikat. És már is szemek lesznek rajta, és természetesen nem annyi, amennyi a villanyrendőröm van, hanem hát halud legyen kövér a pislog, már legyen mivel pislogni. És akkor ezek itt szépen, hát szemes lett a világ. De egy picit azért fölül már a szívre emlékeztet az, ami megjelenik benne, de az a hangsúlyom az nem akart dolog, az úgy jött ki, tudnék. Ennyi volt a pötty. Nem alakított forma, mehetünk tovább. Hát fölül természetesen a legerősebben, ugye a WC volt kiírva, azt gondolom mindenki látta. Hát egy ilyen monstrumnak tulajdonképpen ez a fő attrakciója. És ezt azért kell, ezt több embernek hangsúlyozni kell, még először is, ha már nagyon elmérgesedik egy vita arról, hogy akkor most egy szerves életműnek vállaljuk-e, vagy pedig egy teljesen szervetlen nagyvárosi, tehát metropolisban beli életmód, akkor az ultima ráció, az utolsó ér, az mindig a budi kontra angol WC. Mindig ez, de kivétel nélkül mindig ez. Amikor már végképp kifogyott minden értől, akkor jön azért, te most a budi vagy látsz vissza. És ha az ember megmondja nektek, ide figyelj, buta kérdésre nem lehet jó választ adni. Tehát végül is mitől jobb egy budi, mint egy angol WC? Attól, hogy könnyebben és magánerőből visszaforgatható a tartalma természetbe. Tehát egyetlen év háztartásában visszaforgatható. Most van egy kedves építész barátunk, van, aki őt ismer is, tudja, kiről beszélek, aki egyszer nem volt hajlandó angol vécét a vidéki házában, de mégis a felesége addig, hogy elérte, hogy mégiscsak van. Én meg kell mondjam, hogy mindig akkorra tartogattam minden nagyobb adagot, mert annyira emberi dolog volt, a leghidegebb télben is. Ha valaki nekem azt mondja, hogy rondább és hogy mondjam, szóval emberellenesebb egy deszkára ráülni, fára, mint arra a műanyagra, ami egy fűtött vécében olyan hideg, hogy odafagy a hátsó részem, hát az nem tudja, mit beszél. És ugyanakkor ott van mellette a hamu, vagy a homok. Tehát mindegyik adag után az ember szépen rá hinti, ami azt jelenti, hogy mire már tavasszal megbontja, ebből már összeállt egy,
Én abszolút nem gusztustalan massza, honnan tudom, mert én bontásban én is vettem, és nem önálló, hanem még a szüleimnél vidéken. Tehát ez az egész írtózás, hogy ja Istenem, kaki, na és amikor a gyerekkel foglalkozom, mi van? És mitől rosszabb? Miért rosszabb? Nem azt mondom, hogy jedd meg, hanem a vele való foglalkozás. Miért olyan undorító? Hát ugyanúgy hozzátartozik az élethez. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ha valaki csak eddig érkezik el, a Mangovici vagy Budi, az semmit nem ért meg a szerves életvitelből, illetve a szervetemből. Mert minden angol vécéhez egy csatornázási rendszer is tartozik. Ki fogja megépíteni? Ki fogja fönntartani? És főleg ki fog lemenni a csatornába, azt tisztítani? Tehát azt jelenti, hogy minden angol vécéhez egy rabszolgatartó társadalom tartozik. Az, hogy én Budiban végzem, és ott magam viszem rá a rózsatövekre például minden tavasszal, mert ugye ez történt én Pécs-Szentlászon, az egy rítus. Ugye nekem legyen mondva, hogy igen, nekem legyen mondva. Nekem legyen az ég világon semmi gusztustalan nem volt benne. Tehát bizony meg lehet oldani, csak ezt elfelejtettük, és főleg nagyobb felelősséggel kezeli az ember. Tehát azt jelenti, hogy jobban megássa, alaposabban arra is gondol, hogy honnan fogom majd kiemelni. Tehát az egészet egy sokkal nagyobb felelősség környezi, mint az, hogy hát én majd lehúzom, aztán vagy a kezembe van lehúzva, vagy egy más kérdés. Na most ez, amit közben itt vetitek, ez a gyermekrajzoknak egy nagyon szép, tiszta típusát adja. Ez a legarhaikusabb megjelenítési módja, vagy egyike a legarhaikusabbaknak a világon, amikor felülnézetből adom azokat a formákat, amelyek csak így mutatnak igazán hát, jelentésüket megmutató formában. Ez lépcsőn fel le közlekedő gyerekek. Tehát nem az zebrán mennek, lépcsőn. Na most mi az alapélménye egy ilyen lakótömbbenet, egy ilyen tízemeletes gondolom volt ez a lakóház. Az, hogy én fölülről láthatom, hogy mennek lefelé a lépcső, meg jönnek fölfelé az emberek. És ki is jeleníti meg őket. De ugyanakkor a virágok, amelyek tulajdonképpen egyedüli tényleges hiteles jelenlévők a képe, azok viszont a nekik megfelelőleg jellemző nézetből és oda nézetből látható. A virágot fölülnézetből csak a tányérját tudom megjeleníteni, az meg rögtön túlmutat önmagán, tehát nem fogom benne a virágot észrevenni. Kérem a következőt. Most ez talán az egyik legszebb, vagy hát legtanúságosabb mű, ugyanis egy gyermekrajzban eredetileg nincs lent-fönt. Ha azt akarom, hogy tényleg legyen lent-fönt, akkor abban egy teljes értékű fát kell lehetőleg tengelybe beállítani. Mert ilyet is vetitek a legvégén, ezt úgyis ismerjük ma azt a képet. Tehát azzal, ha én középre és teljes magasságban beállítok egy fát, azzal a lent és a fent definitté válik. De egy igazi teljességre törekvő világképben minden szél az lentnek számít, a fönt pedig középütt van, és ez teljesen egyértelmű. Na most ez azt jelenti, hogy igaz, hogy elég korlátozott a világon, mert egy ilyen lakótelepen élek, viszont úgy látszik, hogy a családi élet meg nagyon jó. Miért? Mert meghagyja őt középen. Tehát feléje indulnak el a dolgok. Itt egyébként egy macska van, ez a fekete, ez egy macska, tehát a kezében a gyereknek, amelyik önmaga, ez a kislány, egy virág van, tehát egy hosszan elemezhető, gyönyörű kép, amely mutatja, hogy bizony ezt a képet így csak fölülnézetből lehet látni, tehát önmagát egy nagyon-nagyon messze fölülnézetből érzékeli, majd azt mondom, hogy a teremtés központjában egyenesen. Kérem a következőt. Na most ezek pedig a oroszlánok vonulnak az utcán címet. Nem címet visel, így mesélte el. Tehát megint az alapélmény az, hogy fölülről látom az a dolgok többségét. Kinézek az ablakon, és akkor ilyen egyöntetűségeket látok. És egyszer csak megjelennek benne az oroszlánok. Ez most megint egy olyan pillanat, amikor érzi az ember, hogy itt most több, tehát mindenképpen több kell neki, mint egy falusi körzetben fölnövő gyereknek,
Tehát már az állat sem a valódi abban a képében jelenik meg, ahogyan tényleg megjelenik, akkor kutya jelenne meg legfőjebb. Vagy egy macska, mint az előbb. Hanem itt már oroszlánok jelennek meg. Tehát hatalmas a feszítés, egy tényleges környezet és egy belső, egy igény között, ami szeretné, hogy az állatokból is a legjobb legyen itt. Mert túlságosan rossz a közvetlen környezet. Kérem a következőt. És nagyon érdekes, hogy többször is megjelent, még mindig ugyanaz a kislány. És hogy minek a hiánya van itt tulajdonképpen, ezt az ilyen rajzok egyértelműen elárulják. Hát oroszlán fejez. Egyértelműen sugárzó napkorunk. Tehát tulajdonképpen a napból van neki kevés. Hát hogy lenne több, mikor egy lakótelepi lakás valaki? Tehát ez az, ami miatt az oroszlán is előjön. Hát az előtt is látni lehetett, egy sugárzó fej. Neki az gondol, bejön a kockaházak közé a nap. Kihordozza az oroszlán a fejét, egy sugárzó fej. Tehát itt meg egyértelmű, kérném a következő. Most itt egy másik kislányról van szó, ő körülbelül egy idős lehetett, legfeljebb 5 éves lehetett. Annak idején közben ő nagyon kiváló művész lett, de végig meg tudta őrizni azt a spontán, nagyon-nagyon mélyről jövő kifejező készségét, amelyik tulajdonképpen nem volt olyan téma, amit meg ne tudott volna fogni, ezek belső látás hát eredményei, ami azt jelenti, hogy itt most ne csak az ember alakra, amit azonos virág alakkal, sőt csillag alakkal is, hanem a levélből hogy lesz részben Katica Bogár, részben Pillangó. Tehát egy teljes átváltozás sor, ami a képnek az igazi hát, jelentőségét adja. Na most ezen a képen én egy másik problémát szeretnék megvilágítani, ez pedig a következő. Elég sokan foglalkoztak vele, és óvodáskorban ez tényleg döntően fontos. Hogy a gyerekrajzok elárulnak magáról a gyerekről, elsősorban a környezetéről, ehhez való viszonyáról egy egész sereg dolgot. Na most a szakirodalom elég sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel. A civilizációs kultúra ebben is van szó róla. Döntő többsége a mirásoknak Molnár Józsefnek a tanulmányai jön vissza. Ezek közül az első nap arca volt, de ez teljes terjedelmében beépült ebbe az egészség című kötetbe, ezt a múltkor már mutattam. Tehát maradandó az ő hatása a gyermekre az elemzésben, de bizonyos dolgokra ő se tér ki. Természetesen, hiszen mindent senki se tud teljes részletességgel ismertetni. Ez pedig a következő. Alapnak tekinthető, és ezt nyugodtan bárki használhatja, akár családban is rajzok elemzésekor, akár más gyerekeknek a rajzainál is. A következő. A középtengely, függőleges középtengely, az a jelennek és magának a gyermeknek felel meg. Ha üres, akkor ott gond van. Ha valamelyik irányba hajol, az azt jelenti, hogy azzal az irányja, azzal van valami közvetlenebb kapcsolata. Ez, hogy ez milyen ez a kapcsolat, az elolvasható abból, hogy ő saját magát ebben a szituációban hogyan jelenti meg. Ez egy növényi jellegű, felül a fej táján kivirágzó, de csillagvirággá vál, ez egy nagyon magas szintű és nagyon jó kapcsolat, de belül bizony fekete, tehát vannak bizonyos problémák, pont a gerincénél, és elég zárt. Ugyanakkor elég labilis is. Na most a bal oldala a középtengelytől akár tele van, akár üres, ez az apa oldala, ez a férfi oldal. A jobb oldal, ez mindig a szembenézeti jobbot jelenti, tulajdonképpen a középtengelyhez képest az a jobb oldala. Ez a dolgok kezdete, tehát tulajdonképpen ez felel meg a múltnak. A jövő, tehát a kibontakozás útja, de egyben a lehanyatlás útja is, az pedig a jobb oldal. Tehát a szembenézeti jobb az a bal a középtengelyhez képest. Na most az természetes, hogy a felső dolgok azok a szellemi típusúak, alsóak inkább a földhöz tartozó dolgok, tehát a megvalósult testre töltő dolgok. Na most itt a képen nagyon-nagyon szépen lehet látni, de ismerem az egész családot, tehát nyilván nem fogok neveket mondani.
és akkor is ismertem, tehát már akkor régen, amikor ez a rajz megszületett. Tehát egyértelmű, itt az apához van a vonzalom, tehát teljesen. Most is, ha ismernénk a házaspárt, akkor tudnánk, hogy erre minden oka megvan. Minden, tehát az anya nagyon jó, tehát most nem félrejtsük a dolgot. Tehát tényleg nagyon jó asszony, de nagyon kevés van benne abból a spontán melegségből, ami az anyát tényleg anyává teszi. Tehát egy híresen szép nő volt valam, meg is őriztem elég sokáig, és hát három gyermek anyja. Mondjuk nem a harmadik gyereknél talán már kezdett feloldódni, ez a hűvös gondoskodó, bocsánat, tehát nem a hűvös, hanem a gondoskodó. Na most az a gondoskodó anya, aki nem tud többet adni, mint gondoskodást. Tehát most, ha én csak gondoskodást tudok adni a gyereknek, fújhatom azt a gyereket, de a gyerek is fújni fog engem. Tehát, ha nem tud rajta átsütni a szeretet. Viszont az apa meg egy ilyen kitárulkozó valaki, tehát egy hatalmas. Viszont éppen azért, mert ilyen, hát el is nyomja a gyereket. Tehát a gyerek vonzódik hozzá, mert tele van, tényleg egy nagyon vonzó valaki, de ugyanakkor meg félni is lehet, nem lehet kiszámítani. Tehát ez a hatalmas energiaáradás, ami belőle jön, hát ez mikor csap át pusztítás, mert átcsap át egy csúnya káromkodásba is. Egy váratlan pillanatban. A gyerek pedig hallatlan érzékeny. Mai napig is. Már most ő is két gyermek anyja. Tehát lehet látni, hogy itt valahol alul egy nagyon színes egyéniség van, egy nagyon színes, ez az anyuka a földi mi voltjában, de el van nyomva, tehát alul van. És tényleg ilyen. Többet nem mondok róluk, mert esetleg valaki rájuk ismer. És nem tudom, hogy érezhető, repülne szegény, repülne, de rács van rajta. Tehát ő tele van gátlással. És ez az anyuka, ez nem ő. Tehát roppatni, és ugyanakkor innen jönnek ezek a pöttyös katica bogárkák, mindegyik errefelé igyekszik, de befeketedik. Tehát egy egészen érdekes kép rajzolódik ki. Ez az apuka oldala, nagyon sok játékos forma van, de ebben nem zsaprózódik. Egyébként tényleg ilyen. És ami az eléggé riasztó, itt még semmi nincs. Tehát magyarul szellemi inspirációt nem ad. Nem ad, pedig bizony nagyon kellene. Ugyanakkor van egy ilyen is, hogy ha nem feketítébe, csak fehére üresen hagyja, az még mindig jobb. Tehát ha fehéren tisztán megmarad, és nincs ott semmilyen forma, hát igen, üres, de legalább egy tisztaság érvényesülni fog. Tehát van egy ilyen jelentése is. Fölül viszont kicsi fekete pöttyök vannak. Na most azt jelenti, hogy azért nem egészen tiszta ez az oldal. Sőt, még arról is van, ez nem műhiba, tehát ez nem az én felvételem hibája. Na, ennyit akkor hirtelen, és ami a lehetőségek körét illeti, ez mindig a múltnak felel meg. Tehát ebből kellene erre indulni, ez a lánygyermek kifejezetten a múlt felé indul. Nagyon jól áll középen, tényleg középen is áll, nagy figyelem kerül közepében, és nagy szeretet kerül közepében is, és elindul visszafelé. Most ez, hogy bal oldalt nekünk a nézőnek bal oldalt a múlt van, jobb oldalt a jövő, ez nagyon sok mindent értelmezhetővé tesz. Tehát ha például ő most itt állna, az azt jelenti, hogy a múltjából keveset hasznosít, tehát nagyon indulatos, nagyon hamar cselekszik. Nem várja ki, míg megérik a dolog, ezt már nem csak magam mondom, vigyázzat, tehát ezeket én végigolvasott tanulmányok alapján és személyes tapasztalat alapján mondom. De ezt még a legvulgárisabb jelenleg úgynevezett családteszt értékelő is így jegyzi fel magának. Na most, ha ide jön, azt jelenti, ha ide kerülne át az alap, azt jelenti, hogy nagyon megfontolt. Tehát nagyon kivár, mielőtt cselekszik. Nagy teret ad a múltnak, és szűkül a jövő. Miért? Azért, mert egy adott időintervallumban ábrázolom az eseményeket, egész idáig nem nyilvánultam meg, halogatok, csak itt nyilvánulok meg, de itt már vége a lehetőségek körének. Míg ha indulatos vagyok, megint odáig tart a keret, én már itt elkezdek megnyilvánulni. Tehát hevesen.
szokták agresszivitásra is magyarázni. Ez viszont egy kiegyensúlyozott, ide inkább a múlt felé hajló magatartás. Most aki a testkontroll vagy kontrollal foglalkozik, az tudja, hogy ugyanígy jelenik meg a múlt és a jövő a magunk elé vetített képben is. Tehát itt egy eléggé ősi kifejezés forma ér tovább, hogy ennek azon mehetünk tovább. Na most mi lesz ebből az olyan könyvekben, amiket nem gyermekek, hanem gyermekeknek készítenek? Hát ez egy katasztrófa. A nevet, hát illene mondanom, nem mondom, mert tényleg katasztrófa. Egy időben az egyik legfoglalkoztatottabb meseillusztrátor volt. Egyébként egy hallatlanul gazdag család, sarja, tudom ezt, nem is akarok volna többet elbeszélni. Nagyon foglalkoztatott, minden rezsim alatt őnybe futott valaki, onnan rég meghalt egyébként. Hát csak ezért sem mondok rosszat. Na most az a helyzet, hogy lecke könyvből itt minden föl van mondva, tehát ezek itt állítólag madarak. Na most, hogy madárnak iszonyatok, az más kérdés. Tulajdonképpen ezt lehet akár levélnek, akár szárnak venni. Tehát a lecke még ki van pipálva. De itt nem az a helyzet, mint a régművészetben, hogy lehet szárny is, meg lehet levél is, hanem ez nem jó se levélnek, se szárnynak. Tehát attól lehet mind a kettő, mert egyiknek se jó, elfogadhatatlan. Tehát ott, hogy mondjam, kerekít, ahol nem szabad kerekíteni, tehát ahol a szár nem tud röpíteni, ha ilyen. Tehát pontosan azt csinálja, mint a patkolónak a fotó, hogy mondjam, imitátora, amikor egy lehetetlen helyzetbe hozza az általábrázoltat. Ráadásul egy ekkora fejjel és ekkora testtel csak karikatúrát lehet csinálni madárból. Tehát ezt egy pillanatra nem lehet komolyan venni. Tehát a gyerek kezébe lesz és sziszeg, szabásan sziszeg, annyira rosszul esik neki. És ha egy fej még esetleg madárfejtén, soha így nem stérizálható. De ha még mondjuk esetleg elfogadom, a teste akkor se ilyen. Szóval akkor abból már soha nem lesz madár. Lesz valami belőle, kis gömböc, hogy ez vagy az vagy az, de madár soha. Tehát a szemléletet egész kicsi korban elkezdi szétbombázni, szabályszerűen bombázza szét. Mehetünk már is tovább. És hát ugyanattól egy másik. Na most itt is szépen ki van pipálva, hogy igen, a fa, abban benne van a madár, és az milyen szép, a fa fának iszonyat, a madár madárnak iszonyat. Tehát aztán, hogy még ráadásul föl is repkedik, de semmit nem javult a helyzet vele. Szóval hihetetlen, hogy mi már például ez a korosztály milyen, mennyire elfogad ilyeneket, és nem lázad föl ellen. Tehát már teljesen fogyasztókká váltunk. Ez amire azt mondom, ennek a korosztályban már gyakorlatilag minden beadható. Tehát ha rajta van a hatalom pecsétje, azt mondja, kinyomtatták 200 ezer példányban, hát akkor csak nem fogod róla azt mondani, hogy rossz. Én nem azt mondom, hogy rossz, azt mondom, hogy csapnivaló. És azt, hogy ifjúság elleni büntet, azt mondom rá. Hát nagyon messze van attól, hogy rossz legyen. Hát a rossz az még egy bizonyos elviselhető kategóriát jelentene. Mehetünk tovább. Most így néz ki viszont, amikor egy 5 éves gyerek elkezd egy repülő valamit megjeleníteni. Most erre is mondta, hogy jó, hát ennek is ilyen a szárnya. Hát igen, olyan a szárnya, csak hogy ez nem a szárnyat magát adja, hanem a repülést adja. Tehát teljesen más a képlet. Most ennek is megvannak az analógiai, csak ennek a népművészetünkben vannak, ahol nem a szárnyat jelenítik meg, hanem a repülést. És utána az egy kerekfázison belül hát, tölti be a maga szerepét, tehát ez nyilvánvalóan valamilyen hát, repülés közben megjelent, valószínűleg inkább lepke, mint madár, sőt biztosan lepke. Mehetünk tovább, és föl is volt írva, bocsánat. Na most gyermekrajzokat nyugodtan, ha ráhagyjuk a gyerekre, lehet, hogy mondjam, egészen a legmagasabb szintig, tehát ahol már mindenek mismás lények, tehát különböző minőségekből hát összeálló lények jelennek meg, de ugyanakkor megjelenik a rakéta is. Most ennek a gondja inkább ott van, hogy ezt egy szakkörben csinált, és a szakkörvezető viszont
Ezt a kettőt már nem tudtam másképp összekapcsolni, csak zsáner szinten, pontosabban montás, azaz vágás szinten. Tehát ennek a kettőnek közvetlen a kapcsolata, ezzel viszont nem tudunk mit kezdeni. Tehát ilyen apró dolgokon is nagyon sok munkat. Én most ennek a nevét sem mondom, mert utóbb már nagyon nagy fejes lett ebből a művészből. Mehetünk tovább, akinek a szakkörében készült. Ez viszont, amikor magára adják a gyereket, tehát amikor tényleg magától rajzol. Hát ez írés szekere. Hallotta nyilvánvalóan a vallás során ezt. A ház fölött repül, tehát a viszony a kettő között megvan, és a pályája maga is kirajzolódik. Pontosabban az a közeg, amely fölé kell majd emelkednie. Hát itt az illető még nem ismerte jól a betűket, de azért jelezte, hogy az édesanyjának szól. Tehát ez egy ajándékrajz volt. Ez egy dunántúli gyereknek. Mehetünk tovább. Nagy család. Ezt csak azért vetítem, hogy a közös vonások megtalálhatók, de rögtön látni, hogy ez a világ egyébként nagyon közel áll a gyerekrajzhoz. Tehát ez az ikonoknak nem minden ikoné, de az ikonoknak van egy csoportja, elsősorban ezek a nagyon csodás jelentek, tehát illés égberagadás jelent, amit nagyon szépen meg tud jegyezni, tehát rá tud hangolódni és hasznosítani tud, de mehetünk tovább. És akkor most ez egy másik illusztrátor, ott összem még egyet fog bemutatni, akkor gyereknek elkezdenek rajzolni. Most ez a hölgy, ez tényleg nagyon jó szándékú volt. Hát az előzőről sem mondtam rosszat, azt mondtam, hogy csapni van, ugye? De hát már régen úgy. Tehát ez tényleg mindent megpróbálja a viseleteket is, amennyire annyira hitelesen, és szemmel láthatóan jót akar. Most vajon miért nem fogadja be a gyerek? Mert ő akkor színes is. Azért egy arányrendszert nem vesz figyelembe. Tehát ez nem a mesehősök arányrendje. Kérem a következőt. Ennek az alapját egy ilyen arányrendszer határozza meg. Na most ez a gyerektől teljesen idegen. Tehát a gyermek a hőseinek az arányrendjét nem a másik ember kívülről, tehát én általam látott arányaihoz vett össze, egy belső emberképhez. Kérem a következőt. Tehát hiába látja, hogy nagyon szépek a színek, nagyon jó a kompozíció, és így tovább, de ezt az arányrendet nem tudja magáénak elfogadni. Pár percig gyönyörködik benne, aztán eldobja. Nem kell neki. Kérem a következőt. Tudjuk, az ő arányrendje az nem ez az arányrend, tehát nem az, amit a reneszánsz óta mi hát alapvetőnek tekintünk, és mindent ehhez mérünk, hanem ez az arányrend. Tehát az az arányrend, ami egy belső emberképen alapul, és ennek a belső emberképnek az a lényege, hogy ezek, hát ezt már ismerjük, mert ezt elég sokszor vetettem már, hogy ez tulajdonképpen a beidegzésnek, ahol milyen mértékben idegzi az egyes testtájakat az agykéreg, ennek az arányai szerint rajzolja föl az agykéreg az egyes testtájakat. Ez azt jelenti, hogy a fejjel és a kézzel egyharmad arányban foglalkozik az agykéreg a beidegzés szintjén, és a maradék egyharmad az egész többi testtel. Most ez alapábra, tehát ez még a nagy közönség számára szóló kiadványokban is ott van. Én számtalan, gusztustalan változatát ismerem, szoktam is őket vetíteni. Ez azért gusztustalan, amelyikor mindig hatalmasat átják a szájat, és alatta még külön a gégét kinagyítják, ugyanis az a helyzet, hogy rögtön lehet látni, ez a beszéddel foglalkozik ez a rész elsősorban, de ezért kell a száj, mert a szájüregben képződnek a hangjaink, egészen le a gégefőig, és ez pedig a tevékenységet, tehát a manipulálással. Most ez a két fő tevékenysége az embernek, tehát ezzel kötődik le az agykéreg döntő hányada, kétharmad része. A maradék egyharmad foglalkozik az összes többivel. Na most ez ad egy belső emberképet. És sokáig el a belső emberképre azt hitték, hogy ez nem vizualizálódik, tehát nem tevődik át látványélményé. De nagyon régen bebizonyították, tehát ez már teljesen fix, komolyan vehető eredmény, hogy tudik, igen, vizualizálódik. Sőt, az egész pályája ennek az élménynek, hogyan lesz belőle vizuális élmény, ez már teljesen tisztázott. Most
ezt a példát szoktam elmesélni, és most azt hiszem még van annyi időnk rá, hogy elmeséljen, mert azt hiszem most már csak egy kép van, vagy kettő, tehát nagyon kevés van már hátra. Ja? Jó. Persze, mert még van a játék, bocsánat. Tehát a példa pedig így szól, hogy azt tudjuk, hogy a külső emberkép a gyermek, a kicsi gyermek számára a saját keze meg lába is. Tehát amikor játszik a kezeivel, vagy a benne lévő csörgővel, vagy az edélye fölakasztott, ugyan, hogy föl szokták akasztani a csörgőt, akkor ugyanúgy, ugyanolyan hosszan, ugyanolyan figyelmesen játszik a saját kezével, mint a csörgővel. Számára ez ugyanolyan külső világ, ugyanolyan megismerendő, tárgyszerű valami. Tehát nem a belső emberképhez tartozik, hanem a külsőhöz. Na most a példákat, amikre szoktak hivatkozni, itt pedig, lehet, hogy most nem fog eszembe jutni a neve, de lehet, hogy majd a végén, mert itt van az egyik bibliográfiában. Tehát lényeg az, hogy ennek már egészen komoly szakirodalma van, orvosi szakirodalma is van, de hát most már van, hát hogy mondjam, a gyermekrajzok irányában hasznosított szakirodalma is. Tehát lényeg az, hogy a nyitott gerincsel születőknél általában nem tudja beidegzeni az agy, általában a távoli testákat. Tehát például legyen ez most az én jobb lábam. Nem tudja beidegzeni, tehát ilyenkor, mint ezt észreveszik rögtön szülés után, tehát mit csinálnak, addig is még meg lehet operálni, sűrűn tornáztatják ezt a lábat. Mégpedig, hát bizony nagyon keményen, ugyanúgy elsorvadjanak az izmok. Tehát mit lát a gyerek? Az, hogy az egyik lábát sokkal jobban, sokkal bővebben, többször, nagyobb gonddal kezelik, mint a másikat, tehát a jelentősége torony magasan megnő az összes többi testrészhez képest. Most eljön az idő, hogy elkezd embert ábrázolni. És akkor mit várunk, ugye, hát, amivel többször foglalkoznak, az fontosságában megnő, és a fontosság a gyereknél méretet is jelent, tehát azt jelenti, hogy méretében is megnő. Tehát azt várjuk, hogy hát valami ez a gombócszerű, valami ez a fejet szokta megjelenteni, ezt szokták fészek formának nevezni, és akkor van a másik egy ilyen két pókból álló együttes, ez a kéznek felel meg, és akkor van egy harmadik, ahol a maradék rész jelenik meg. És azt várnánk, hogy itt az egyik láb mérhetetlenül nagyobb lesz. És az orvosok legnagyobb meglepetése nem ez lett a helyzet, hanem az lett, hogy ez a lába, a jobb lába egyszerűen meg se jelent a képeken. És akkor figyelmeztették rá, hogy hát figyelj Pistikém, hát neked van egy másik lábad is. Egyszerűen nem értette, hogy mi a helyzet. Azt kérték, hogy rajzolja le magát, vagy az embert, teljesen mindegy, melyiket mondják. Meg lerajzolta az embert. Hát mi közelnek ahhoz, hogy neki itt van valami? Semmi köze nincs. Tehát egy belső emberképet jelenik meg. A belső emberképen nem jelent meg ez a láb. Miért? Mert tudta beidegzeni. És ez a kép rögzült benne. Tehát azt jelenti, hogy a gyerekrajz nem a külső emberképet jeleníti meg. És ez nem feltételezés, ez bizonyított tény, hanem a belső emberképet. És ezt korrigálja a mindenkori külső látványélménnyel. De ez egy hosszú folyamat. Tehát kezdetben, a gyermekrajzon kezdeti szakaszában, ezt nyilván mindannyian ismerjük. Megy ez nekem. Tehát mindannyian ismerjük, hogy megjelenik egy ilyen burgonya forma, ezt szokták fészek formán nevezni, ez a fej. Akkor megjelenik két ilyen, nem feltétlenül öt van rajta, hanem két ilyen pók. Ez a két kéz, és ez jól láthatóan pontosan ugyanúgy arányik egymáshoz, ahogyan a belső emberkében. És utána itt alul egy ilyen össze-vissza valamit jelenít meg. Nem is részletezik. Tehát még a kezdetben a láb se jelenik meg. Most erre mit mond a hivatalos magyarázat, amit még én olvastam, hát most már azért remélem, hogy ez is javult azóta. Ez pedig a következő azt mondja, hogy a gyermek kezdetben abból az élményből indul ki, hogy az anyuka föléje hajol. Miután föléje hajol, ugye megnövekszik a feje, és ezt fejezi ki azt, hogy itt ilyen nagy a feje. Aztán sokat foglalkozik vele, ilyenkor a keze közel kerül a gyerek személyhez, tehát megnő méretében, és ezért ilyen nagyok a kezei. Ez kezd már a piroska és a farkas mesére hasonlítani. És a harmadik rész, azért ilyen kicsi,
Mert hát, hogy föléje hajol, hát a kis ágy eltakarja az alsó részt. És ez szépen makacsul megy tovább a szakirodalomban, még véletlenül sem vetül át az, ami több mint 20 éve már közhelynek számít, hát hogy mondjam, hát az orvosi gyakorlatban. Az itt nem erről van szó, egy belső emberképről van szó. De ez még a gyermekrajzokkal foglalkozó szakirodalom egyáltalán nem hagyott nyomot. Tehát bizony itt a belső emberkép az, ami megjelenik, és ez elég hosszú ideig így van, hiszen ugyanezt az anyukát, aki föléje hajol, amikor az ajtóban látja, akkor rámosolyog. Tehát azt jelenti, hogy ő ismeri az anyukának a külső emberképét, és a tökéletes külső emberképét, amikor semmi nem rövidül, semmi nem nő meg, hanem olyan, ahogyan a fényképen megjelenne. De nem azt akarja megjeleníteni, hanem azt, ami a saját belső emberképe. És ez erre vetíti rá a többi embernek az arányát. Most ezért rendkívül fontos, hogy még óvodáskorban is legalább az első gesztusunk a gyerekhez, az ne ilyen legyen, hanem próbáljunk lehajolni hozzá. Borzasztó nehéz, tudom, de akkor tud a saját belső emberképéhez hasonlónak érzékelni bennünket is. Tehát akkor fogad el embernek. Utána már kiegyenesedhetünk, utána tehetünk, amit akarunk, négykézláblás állhatunk, de az első benyomása legyen az, hogy én hozzá lehajlok. De ne fölényeskedve, hanem úgy, hogy ráismerhessen. A jelenlegi felnőttekben nem tud egy normális gyerek magára ismerni. Taszítják, elkezd sírni. Tehát egy nagyon fontos tételről van szó. No, nézzük akkor tovább. Tehát ezt az ábrát feltétlenül jegyezzük meg. Egyébként az egészségügyi lexikonból vettem ki az előzőt. Tehát ezt az emberképet, a belső emberképet. A következő, amit a gyermekeknek szóló illusztráció közül kiemeltem, notabene ezt is egy nő rajzolta, ez most már az első férfi volt, a második és harmadik nő. Az a következő, most ez egy macskáról szóló történet, most nézzük a következőt, és tessék megnézni. Szépen egyenként kiemel őket, a gyerek már itt halálra rémül. Tehát ez az a szemlélet, ami csillagtávol van a gyerekétől. Tehát ez az, ahogyan nem, semmiképpen. És bármilyen behizelgően adja, most ezek azok az idétlen, bugyuta szöveg, amik szemmel láthatóan nem a gyereknek szólnak, hanem a felnőttnek. Hát a felnőtt fogja megvenni a könyvet, nem a gyerek. És amikor a felnőtt megpróbálja ezt az idétlen, bugyuta szöveget a gyereknek, csodálkozik, hogy a gyerek nem vevő rá. Az nagyon sok Walt Disney filmet kell nézni a gyereknek, hogy erre vevő legyen. Tehát etetni kell. Kérném a következőt. És akkor, hát ugye ugyanebből a könyvecskéből, szóval az a borzasztó, hogy egyszer a gyerek nem kap más mintát, csak az elnézni be a fél hülyét. Tehát az a maximum. Tehát ami majd teljesen debil, tehát ez a rózsaszín párduc megvan, nem tudom jól utánozni. Tehát ez a, melyik volt ez a, valamelyik ilyen rajzfilm figura volt. Egy? Valami ilyesmi volt, nem tudom. Ez valami iszonyú. És ahányszor én ezt óvodában visszahallottam. Tehát ezek a hétfő reggeli óvodai napok, ezek iszonyatok. Szóval amikor szobásan kiokádja elnézést a kifejezésén magából azt a szennyet a gyerek, fél napig nem lehet bírni vele, de az iskolásokkal sem. Tehát ez a tragédia teteje az otthoni szombatvasárnak. Szóval amikor ugye a villanypásztorhoz odarakják, majd az vigyáz rá, és akkor az meg ontja rá mindent, ami csak szenny lehet. Jól el van a gyerek, jól el van a gyerek, persze. És aztán jön ugye a hétfő reggel. Tehát ezek valami egészen szörnyű dolog. És ameddig ezt ki tudja magából rajzolni a szerencsétlen gyerek, hát van úgy, hogy egész éven keresztül ezeket a, nem tudtam honnan van ez, hogy mindig egy ilyen pókszerű lény jön, és akkor hosszú ilyen csiga vonalakon megy ide-oda, és akkor savba beleesik, savba, ami szétmarja.
mondom, hogy nem tudtál ennél gonoszabbat kitalálni. És akkor nagy nehezen kérem, hát ez a pókember, állítom van egy ilyen, vagy Pokémon, vagy minek nevezik. Én nem tudom, hogy mi ez, mert soha nem láttam ilyet, de állítom, mondják, mert szerintem többi gyerek rajzán is fölmerül. És ez szerencsétlen tele van szorongással, félelemmel, és nem tud más csinálni, mint kirajzolni magából. És én meg ott állok mellett, és mondom, megint csúsztunk 3 évet. Mert amíg ez kidolgozza magába, én nem tudom a jó irányba elindítani. De meg kell várni, de talán kapja az utántöltést. Ez a gyerek szerencsétlen biztosan a való világot nézi, ez teljesen biztos. Tehát egyáltalán azt mondja, nézzük meg a bajuszt. Hát a bajusz nem egy macskán, még rajtam sem ő soha így. Tehát megint ott kerekít le, ahol nem kerekedhet. Hát a bajusz lényegénél fogva ugye hegyesedik, vagy legalábbis szétáll, mondjuk egy macskánál szétáll, de semmiképp nem kerekedik. Szóval ezekkel lehet a legtöbbet rombolni, mert ugyanakkor meg hú, de iszki, hú, hát még fél szemmel, hát ez a Dajan biztos. Tehát ezek, menjünk is tovább. Na most tudnék, a gyerek, ha maga rajzol, akkor így rajzol. Tehát volt egy ilyen akció annak idején, hogy a János Vitézt illusztráltassuk gyerekekkel. Most egy felemás akció volt, mert végül is azért nem egészen gyerekrajzok voltak, erősen szűrve voltak, meg ismertem azt is, aki a szakkörvezetője volt, hát azért az úgy bele-bele nevelt ezekbe a gyerekekbe, de egy biztos, hogy ez egy teljesen egészséges gyermek szemlélet. Pedig hát itt aztán lehetne móda horrorra. Hát ez a sárkányal való találkozás. És bizony a dolognak nem a horror része, hanem az, hogy nagy a feladat, meg fogom oldani. Mehetünk tovább. Most ez a gyermekrajz, mert eredet és tényleg gyermek, ez nyilvánvalóan a népművészethez áll közel. Ez egy kevésbé ismert nyilvántúlisótartónak a képe, tényleg olyan, mintha az előzőt látnánk, ez a sárkány, csak itt egy oroszlán áll vele szemben. Ez viszont népmesei alakzat. Tehát a világvándor a hercegében pontosan ezt a küzdelmet látjuk, amiben a világvándor az oroszlának segít. És hát fölül nézzük meg csak, a kígyók így jönnek le a fából, gyönyörűen, és hát okádják rá a sárkányra a vizet. Tehát most a más kérdés, hogy ezt hosszan lehetne elemezni, lehet, hogy egyszer még majd elemezzük is. Itt most a két világ lényegi rokonságára szeretném felhívni a figyelmet. Tehát ha a gyerek spontánban alkot, akkor ebben a világban alkot. Ennek az arányrendszere az, ami jól esik nekem, magától is megjelenít. Kérem a következőt. És az az érdekes, hogy amikor tényleg horror a jelenet, tehát ez a tündér ország kapujában, ez a része erősen át van hitatva a rajzfilm élményekkel. Itt már lehet látni. De még az egészben még mindig benne van egy teljességre való törekvés. Tehát a gyerek, ha hagynák, hogy fokozatosan szépen földolgozza ezeket az iszonyat élményeket, akkor nem reménytelen. De az a baj, hogy nem hagyják. Jön a következő hétvége, megint elönti. Nem tud vele. 6-5 nap alatt nem lehet kigyógyulni ebből az iszonyatból. Tehát itt tényleg a szülőn rendkívül sok múlik. Kérném a következő. Úgy van, és ez is ugyanabból a sorozatból való. Most itt látjuk, hogy a tanítónén, illetve nem tanítóni szakkörvezetőnél volt, és ez már idősebb, tehát ezek már alsótagozatosok. Tehát valamelyest azért több a befolyásoló hatóság. Itt már látványélmények játszanak bele, tehát látszati rövidülés, illetve kisebelés. Ennek az arányai már nem egészen, mert azért itt a fej és a test többi része közt még majdnem a népművészeti az arány. De már kezd elcsúszni a felé, amit reneszánsz arányrendszernek neveznek. Viszont tele van olyan dolog, most nem tudom, emlékszünk-e még annak a 4 éves kislánynak a rajzaira. Hát bizony, ez még abból az élményből fakad. Ugyanis ott nincs semmiféle létra a szövegben, tehát a János Vitéznek a tündér országbeli jelenetét látjuk, most fogja bedobni a rózsát a tóba, és hát aztán utána nem várt eredmények lesznek. Tehát minden esetre ez a mozgás, amit itt látunk, ez tökéletesen megfelel a 4 éves kislány rajzának.
Tehát nem igaz az, hogy az iskolás korban hátlépve szükségszerűen feladódik ez a fajta kifejezési mód, és ott valami egész más fog kezdeni. Nem igaz. Mi egészen a 8. osztályig el tudtuk vinni azt a rajzkészséget minden törés nélkül. Természetesen fölgazdagodott részletekkel, átértelmeződtek egy kicsit a helyzetképek irányába, mert ott már részletek is érdeklik a gyereket. De semmi valódi érvényt nem kellett, hát hogy mondjam, megsemmisíteni, vagy hagyni a sorba adni. Kérném a következőt. Hát ez az arányrendszer, az, ami végül is megjelenik ott. Ez teljesen tipikusan az, ahol a szellemiség, lelkiség, testiség hármassága dönti el, hogy mikor melyik a nagyobb, mikor melyik a kisebb, egymáshoz viszonyítva. De mindig a szellemiség az, ami végül is meghatározó, tehát az viszi tovább. Kérném a következőt. És ez az utolsó, amit sokszor vetítettem, tehát a képanyagban ezzel zárnám le, mert pontosan jelzem, amit eddig mondtunk, tehát a jobb fához képest jobb oldal ez, fához képest bal oldal ez, ez a bűnnek, a bajnak az oldala, ez a megtisztulásnak és a tisztultan tovább menetelnek az oldala. A fent és lent itt már megcserélhetetlen, és itt van egy vágás. Nagyon érdekes, hogy a mai gyermekrajzok többségében, ahol fát rajzol, a fa törzse és az ágai közt nincs közvetlen átmenet. Vágással van. Ez az elején meg kell mondjam, nagyon sokat bosszantott, aztán rájöttem, hogy teljesen felesleges elmérgelődni, ilyen az életük szerencsétleneknek. Tehát van egy fölfelé vezető út, mert a fa törzse az maga a tejük, tehát ez anélkül tudná természetesen, tehát ez mindig a fölfelé törekvés útja. Ez a macska, ez nem a szomszéd macskája, hanem ez ő maga a gyerek, tehát ezt már számtalanszor megbeszéltük, és nyilvánvalóan azért nem madár alakban, bár másik rajzán lehet, hogy madár alakban, harmadikon bogár alakban, vagy lepke alakban jeleníti meg önmagát. Attól függ, hogy milyen típusú az az énjének az a vetülete, amelyet most éppen foglalkoztatni akar, mert ki akarja, hogy mondjam, csak dolgozni magával vele kapcsolatos problémák. Most ha egy macskát jelenít meg, és a macska egy ártatlan, nála gyengébb lényt, ugye itt megsemmisít látványosan, akkor teljesen egyértelmű, és saját agresszív ösztöneivel van gondja. Mikor van egy gyereknek saját agresszív ösztöneivel gondja? Amikor megszületik a testvérke. Tehát ezek nagyon fontos tételek, mert az állati mi voltunk, az természetesen él velünk tovább. Akkor is, amikor az értelmünk már bontakozik, sőt kialakult, és így tovább. Tehát nem kell feltétlenül szadistának lenni, az emberben állati indulatok működnek. Igen, működnek. Például, amikor párosodni óhajtunk, egyre ritkán, de óhajtunk, akkor minden esetre az állati ösztönök működnek. Ez nem vitás. Tehát ezek jönnek velünk, és ezeket az állati ösztönöket legjobban úgy lehet kivetíteni, hogy tényleg azt az állattípust jelenítem meg, amelyikkel nekem a legtöbb gondom van. Na most, az a legtöbb gond, hogy nincs közvetlen folyamatosság a probléma és az eddig életutam között. És itt vannak a gyerekrajzoknál az árulkodó nyomok. Ugyanis ezek töréssel tudnak csak átmenni abban az állapotban. Itt most ő nyugodtan járja az útját, ez útja önmagát egyre magasabbra viszi. Ez mit jelent? Az, hogy az egész környezete őt segíti, ő vele foglalkozik, nem hátráltatja semmi. Az emelkedés a felfelé vezető úton egyenesen felfelé viszi őt. Az önmegvalósítás egyre magasabb szintjére kerül. Igen, ám, de itt törés van. Tehát bármennyire is központból indul, tehát ő maga központban van. A fa van egy kicsit eltolva a múlt felé. Tehát azt jelenti, hogy valami itt mintha elsietődne, de ő maga nem siet el semmit, pont középen van. Tehát azt jelenti, hogy megy föl, és eddig töretlen az útja, de innen már nem. Tehát valamire nem volt fölkészítve. Mire? Hát arra, hogy jön a kis testvérke. És azt jelenti, hogy innentől kezdve egy darabig még járhatja az útját, de az útjába kerül valami. Ez a valami, ez gyengébb nála, ki van szolgáltatva neki, és abban a pillanatban fölép a kétség. A kétség, hogy most mit csinálják vele, elpusztíthatom, tehát a saját gyarapodásomat
vihetem-e tovább, és szolgálhatom-e másnak a rovására? Most ez alapvető kérdés, és ez ilyen kérdezetten először a kistestvér születésekor jelenik meg. Mert a kistestvér most az egész család szeretetét egyszerre robbanásszerűen magára vonja, eddig mindig velem foglalkoztam, én voltam a legfontosabb, engem szerettek, és itt innentől meg a kistestvér. Hát természetesen tele van agresszivitással a gyerek. És tulajdonképpen nem lehet igazán felkészíteni rá, de ha alaposan és szeretettel készíti fel, azért sokat lehet tompítani. Tehát azért az első testvérnek ez az élménye, ez egy életen keresztül kíséri. Ezt történetesen a mi családunk is lehetett, én második gyermek vagyok, ha mondom erre. Tehát nekem már utána jöhetett 22 is, mert a második gyereknél ez már megközelítőleg se akkora gond. Aztán, ha valaki sokáig marad a legkisebb gyerek, akkor van megint gond. Mert akkor meg már mint legkisebbet kényeztetik, hogy és utána még egy jön, akkor ő már nagyon-nagyon nem fogja ezt jól néven venni. De minden esetre itt van a gond, és ez a kétség esete. Megegyem, mert ne egyem, elpusztítsam, ne pusztítsam. Mert elpusztítja, mit jelent? Lehozta a föld szintjére, és elvitte. Hát a jövő kép ugyan, mert ehhez képest jövő, de sötét jövő. Tehát lekicsinyített és befeketítette. Tehát ami elképzelte, a legnagyobb büntetést kirótta rá. És miután ő elszenvedte, tehát a bűnhődést elnyerte, most ki nyerte el a bűnhődést? Ő saját maga. Tehát ezek után átviheti a jobb oldalra, és utána mehet tovább. Tehát már tud a földön közlekedni, mert már van tapasztalata. És ez egy roppant fontos kérdés, mert ha én nem ismerem ezeket az alapkérdéseket, akkor nem tudom értékelni azt, hogy innen hogy kerülhet át a túloldalra, és egyáltalán mi jelentősége van annak, hogy ez fölülről lejött innen. Miért nem tudta oda föl megenni? Mert ez nem annak. Ez a legmagasabb szintű probléma az életben, ennek itt van a helye. A pusztításnak meg itt van a helye. Tehát a bajnak az oldalán, a fától bal oldalra, és ugye lekicsinyedve és a legalacsonyabb szintre jöve. És onnan már ő ezen a szinten közlekedik tovább. Kérem a következő. Jó, akkor innentől jön a rajz. Korai az öröm, pillanat. Ó, hát gyönyörűen tartunk a időben. Köszönöm szépen. És most ígértem, hogy a befejezésről még visszatérünk foglalkozásokra. Tehát Keszthelyen vagyunk, 90-es évek derekán mondjuk, tehát 92-ben kelt az első ilyen feljegyzésem, és ez, amire most hivatkozom, 94-ben. Most a táblai rajz sok mindent el fog árulni, ezért kénytelen vagyok letörni. Én nem szeretnék, hogy ellopjam. Tetszik látni? Ígérem, nem fogom. Nem, ez egyébként a kedvességük jelet, tehát hogy nehogy lehessen. Úgyhogy majd meg is köszönöm a végén. Tehát a hely a következő kép nézett ki, ahol ez az egész történet zajlik. Ez egy foglalkozásnak a helyszíne. Egy óvodának egy szobája. Na most itt jövünk, már csak körülbelül itt jövünk be. Ez az ajtó, nem tudom, két szárnyú vagy egy szárnyú. Lényeg az, hogy itt van egy előtér, van egy mosdó, meg vannak fogasok, és itt a vista. Aztán itt van egy folyosó. Tehát innen jövünk be. Ez az egyetlen lehetőség, hogy bejussunk. Itt egész felületen ablak van, és itt egy teraszra nyílik. Azt hiszem, itt ajtót is nyitottak. Tehát itt még ajtó is van. Ez pedig egy érdekes kiszögellés. Itt egy kerek ablak van, amiből be lehet ülni. Tehát elég mély. Ahhoz már elég vastagak a falak, és azt hiszem erre felé is ablak van. Ez egy aránylag világos rész. Na most, ugye az igazán nagy attrakciója ennek az óvodának kezdettől fogva, és ez kiderül a leírásokból is, tehát ha kézbe vesszük ezeket a kiadványokat, az úgynevezett szerepjáték volt. Na most mi ez a szerepjáték? Hát amit eddig róla tudunk, az körülbelül úgy néz ki, hogy felolvassa Ovon néni a mesét, hát itt már eleve nem felolvassa, hanem elmondja. Óriási különbség, mondom sem kell, hogy olvasom-e vagy mondom. Tehát ha mondom, akkor mindig valakinek mondom. Tehát azt jelenti, hogy én őt látom.
És egy ekkora csoportot, amiben mondjuk 15-20 gyerek lehet, több nem igen szokott itt lenni, de inkább kevesebb, azt egyetlen pillantásra be lehet fogni. Tehát egyszerre mindenkivel tudom tartani kontaktust. És neki mondom, látom, hogy melyik izgul jobban, melyiknek kell kicsit tompítani, mert már, hogy mondjam, hát szóval tele van a alsó hányada. Tehát, mert azért itt vannak hát nagyon félelmetes jelenetek is. És itt a, tehát a lényeg az, hogy elmeséli ezt a mesét. És utána, ugye mihez szokott hozzá az ember, szerepjáték lesz, biztosan akkor mondja a rovonén, hogy na ide figyelj Pistike, akkor te leszel a sárkány, ő lesz a királylány, és akkor mindjárt adok neked sárkány jelmezt, és akkor előhúz egy ilyen megvart, általa megvartna, bürös kölykének megvart. És akkor ráhúzza szépen. Itt pedig teljesen más van. Itt először is senki semmit nem indít el. Nem mondja azt, hogy gyerekek, akkor most tudjátok, mi következik, eljátsszuk, nem játsszuk el. Nem tudjuk, gyerekek, mi következik. Mindenki azt csinál, amit akar. Tehát következik egy lelazítás. Most egyszer csak az egész így kezdődött, amikor én oda mentem. Először a mese után voltunk közvetlenül, kinyitották az ajtót, ki a gyerek sereg a kertben, nagy kert van hozzá. Homokozóval, mindenfélevel. Na most egyszer csak mit hallok? Gyerekek egymás közt játszanak, és egyszer csak hallom, hogy hát ezt a mondatot én már hallottam. És akkor kiderül, hát a meséből hosszú mondatok, de teljesen más helyzetben. Tehát játszanak valamit, de nem úgy, hogy most megjelenítjük a mesének ezt vagy azt a jelenetét, hanem hát ami jön, azt játszok. És egyszerre csak beleszövődik a spontán beszélgetésbe egy mondat, aztán jön a következő. Hát én csak hüledezve álltam ott, hogy mi folyik itt. És akkor esett le egy húszféles, hogy ez most a mesének a tényleges utóélete, és hogy most elkaptunk valami olyat, ami eredetileg az értelme volt a mesélésnek. De nem az, hogy utána eljátszok gyerekek a mesét, hanem hogy a mese szépen beszivárog az életünkbe, mi játsszuk a magunk hétköznapi játékait, de közben óhatatlan, hogy bizonyos helyzetekben ezek a szövegek ne legyenek jobbak, mint amiket én mondtam volna adott helyzetben. Tehát magyarul bejönnek a mese szövegek ebbe a hétköznapi játékba. Na most, ha ezt egyszer látja az ember, azt mondja, na jó, most jó napon volt, kifogtam egy ilyet. De kiderült, hogy ez a jellemző. Tehát elmegy az ember a másik csoportba, ott is így van. Most van úgy, hogy mondjuk ennél sokkal szigorúbban tapad a játék a meséhez, de akkor is a gyerek kezdi. Tehát a gyerek kezdi el önmagát szervezni, és a óvónő egyáltalán nem avatkozik bele, csak ha a gyerek kéri. Tehát ha a gyerek kéri, hogy akkor most én leszek a, mondjuk a róka. Most az egyik csoport, tehát sok csoportban voltunk, az alaphelyzet a következő volt. Nagyon jó szándékú, de még nagyon kezdő óvónéni. És akkor róka, megrajzolja szépen, róka, ugye, így, kivágja, de úgy, hogy itt vágja ki szépen, ráragasztja egy ilyen valamire, ide ráragaszt gumit, és utána ezt fölrakja a gyerekre. És akkor ez most róka. Nem tudom, érthető. Na most szerencsére minden foglalkozás után volt egy értékelés. Hát megmaradt ez a jegyzetem, és még érzem benne ugye a duktusból, ahogyan csaptam a tollat a papírra, hogy ezt a nőt én megfojtom. Most tudik, ami egyáltalán elrontható, ez az minden el van rontva, ez úgynevezett halmazati bűneset. Tehát először is a rókát mi tesz rókává? Hát nem a fej, a farka, köszönöm szépen. Hát persze. Hát ez még jó, hogy egy szarvas nem a farkával kezd el megjeleníteni. Hát minden állatnak megvan a maga címerszerű alakzatja. Ha gyereket hagyja, mert ha hagyja, akkor egyértelmű. Vesz egy készletből egy piros színű, ilyen hosszú rongyot, és fölköti a derekára. Na most, ennek is voltam tanúja, eddig a gyerek működött, ez csodálatos volt. Majd utána oda ment az óvónéni, és azt mondta, add ide, és akkor itt betűrte hátra.
ide. De tehát nem engedte, hogy ide kösse, mert az snasz, hát a farok csak innen farok. Érted? Mert ő anatómus, ő tudja, hogy a farok csak innen farok. Na most mi történik? Természetes, hogy ha róka van és farka van, akkor az összes többi szereplő, akár állat, akár emberi alakot, testes, mihez fog elsőnek nyúlni? Róka farkához. Hát a mesében is ez van. Tehát mit fog csinálni? Egyből leszedél róla. Szerencsétlen gyerek szenvedett, mert azt már tudta, hogy nem szabad ide fölkötni. Tehát megint bedugta, a következő kanyarban megint leszették róla. Tehát, hogy érthető legyen, amíg a gyermek dolgozott, addig minden a helyén volt. Abban a pillanatban, hogy beavatkozott, na most hozzáteszem, hogy ezek a nők utána meghallgatták, tényleg elszégyelték magukat, és hát nem ilyen cikiző hangsúlyban mondtam, hanem nagyon-nagyon finoman, és utána megtanulták. Tényleg megtanulták. Tehát már a másik alapvető hiba ugyanis az, hogy ha már a fejét választja. Hát ez a gyerek errefelé fog menni, mint róka, és a feje merre mutat, errefelé. Tehát ez valami hihetetlen, hogy mennyit rombol a gyerekek szemléletén. Ez megint olyan, mint a patkóló. És hát ilyenben mindenféle állatot megcsináltak így. Hát én mondtam, hogy én nem várom meg, de mire a következő jövök, mindet égessége, de egyszer s mindenkorra. De úgy, hogy még eszükbe se juthasson, na, de másodlagos felhasználás, nincs másodlagos felhasználás, azonnal elégett. Tehát itt egy akkora szemléleti baj van, amit nem lehet ilyen kis szerűgyekkel, hogy majd akkor egy másik gyerekre ráadom. Na, akkor ezt én most el is tüntetem innen, és akkor az igazi érdekesség az innen következik. Tehát ezek a... Opá, azért csak sikerült. Tehát a minek nevezték ezt szerepjátékok. Szerepjátékok ilyen módon spontán alakulnak, és amikor ez bent játszódik le, hát én szorgalmasan mindig az alaprajzot is lerajzoltam. Akkor én még nagyon szorgalmas voltam. Tehát következő van, játszódik a mese, egyik héten egyik, másik héten másik, és itt és egyszer csak felfigyelek a következőre. A boszorkány mindig ezen az oldalon van. Mi egyébként itt ültünk. Itt ültünk, többen is voltunk benne, mert ilyenkor általában beültek a többi óvónők is, vagy legalábbis aki akkor éppen nem volt munkában, mert az értékelésnél is szerették volna, hogyha hát szóval vannak élményeik. Na, itt egy asztal volt közvetlen bejárat mellett, és mellette voltak ezek az ülőhelyek. Na most a következőre figyeltünk föl, a gonosz szereplők mindig itt voltak. Kivétel nélkül mindig. És ami a legérdekesebb volt, hogy a boszorkány, tehát a boszorkány általában egy leányzó vállalta. Na most ez a leányzó Leilának hívták, ez egy félvér volt, egy arab, méghozzá egy iraki férfiú és egy magyar nőnek a gyermeke, aranyos, nagyon kedves, kiválóan beszélt magyarul, tehát semmi problémán nem volt, csak egy baj volt vele, hogy pont kint volt Irakban az öbölháború idején. Na most azt tudjuk, hogy az amerikaiakat kipróbáltak mindent, mert számukra az iraki az nem ember, hát ezt tudjuk. Tehát kipróbáltak olyan hangfegyvereket is, hát ami valami iszonyat. Na most ez a gyerek képzőkkel átélte ezt az iszonyatos hangfegyvert. Hát ezt ne tudjuk meg, mit jelent. Tehát most kipróbálták, hogy a vákumfegyvert, hát ezek tényleg úgy bánnak velünk, mint a poloskákkal, nem tudom, mit neveznek már. Tehát lényeg az, hogy ez a gyerek ezzel a sok élménnyel jött haza, és innentől kezdve minden mesében ők érte a boszorkány szerepét. Tehát egészen végig, amíg ott volt az óvodában, végig ezt az élményt dolgozta ki magából. Egyszerűen nem bírt túljutni rajta. Rengeteget javult a végére, de nem bírta teljesen. Na most, amire elkezdtem fölfigyelni, ez a következő volt. Mindig behozta a létrát. Tudjuk, van ez a mozgatható alumínium létra, ami könyvtárakban szoktak használni. Minden esetben behozta, körülmény, és az itt volt valahol, az a polcokat segített megközelíteni, behozta ide, főhelyre beállította, fölmászott rá, tudjuk, hogy itt a legtetején van egy ilyen valami, és egy olyan platform, amire föl lehet állni. És mint boszorkány, ő onnan dirigálta a gonosz erőket.
Most semmi baj nem lett volna, ha ennek van a mesében valami előzménye, hogy tudom, hogy a tornácon állt, vagy fölmászott fel, de semmi előzménye nem volt. Akár a földszintről kell beszélni, akár nem, a létra mindig ott volt. Na most ezt úgy jegyezzük meg. A következő az volt, hogy a királyi udvar, vagy ami egyben a királynő, tehát az elérendő udvar is, innen indult a hős, és a végén ide került vissza, mert a királylány is itt volt. Tehát ez pedig az abszolút jónak az oldala volt. De ez soha nem cserélődött ki. Egyébként az nem volt úgy bebutorozva, hogy ne lehetett volna kicserélni. Mert ők maguk csinálták a játékteret. Tehát például egy erdőt hogy csináltak? Fölborítottak egy asztalt, mondjuk azt az asztalt, és akkor négy lábára négy olyan hengert húztak rá, amelyik hengert a szőnyegboltból kaptak meg, tudjuk, arra hengergetik fel a szőnyegeket. És akkor, mikor eladják a szőnyeget, akkor azt kidobják általában. Na most ezeket érdemes óvodában beszerezni, mert ha az ember ráhúzza a felborított asztal négy lábára, akkor csinálhat belőle palotát, csinálhat barlangot, mert attól függően mit tesz még rá. Tehát egy textiliát ráhúz, csodálatos palota lesz belőle, barlang lesz belőle, és így tovább, és így tovább. Na most idáig, szóval tovább szigorúan tilos a gyereket befolyásolni. És még ezeket is ő választja ki. Tehát van egy készlet, amiben különböző színes rongy típusok vannak. Különböző nagyságúak, különböző, nem mondom, hogy tagoltságúak, mert már ha tagolom, akkor már indiktálok neki. De különböző méretűek. És akkor abból, és különböző anyagféleségűek. Tehát van tül, van, tudom, bársony van. Hát ezt otthonról kiszuperált ruhadarabokból szedegették össze. Tehát ez semmi pénzben nem került. Tehát lényeg az, hogy abból, most ezek a válogatás, azok is itt voltak valahol, azt hiszem, tehát innen kellett őket kiválogatni. Na lényeg az, hogy ez volt a jónak a területe, ez volt a menedék. Tehát a kicsik például ilyenkor ide jöttek el, és itt külön játszottak. Tehát ez egy ilyen kis külön tér, ez egyáltalán nem játszott bele a cselekménybe. Kicsik egyébként, ha úgy igényelték jobban a társaságot, akkor még ez alá az asztal alá másztak be. Tehát ott a lábainknál játszottak. Az ég világon semmit nem zavarták a nagyok játékát. Sőt, mondom, még be is tudtak jönni. Na most, ez pedig a konfliktusok helye volt. Most nagyon érdekes volt, hogy a lányok általában itt tömörültek, tehát hozzánk közelebb. Fiúknak itt volt egy sarka, ez egy asztal, vagy két asztal alatt volt, és ott rosszalkodtak. Ott kifejezetten rosszalkodtak. Egész odáig, hogy olyan dolgokat is megbeszéltek, hogy hát, amikor az ember elkapott egy-egy mondatot, ennyi, akkor ezek már tényleg látták a való világot. Tehát ez egy, és akkor ez meg a titkok sarka volt. Ide szóval olyan úgy húzódtak be, hogy nem lehetett tudni, mit csinál, de nem volt velük baj. Tehát úgy látszik, hogy ez volt a félig nyilvánosság, ez volt, ahol megeresztettek egy-két csúnya viccet, vagy nem tudom, szóval ilyen. De mindig fiúk. Ide lány be nem lehetett. Na most ez pedig volt a konfliktusok tere. Tehát minden konfliktus itt zajlott ezen a téren, és vagy erre. Bontakozott ki, hát attól függően gonosz erő a végén megbukott, akkor abba, tehát visszatért ugye a gonosznak a helyére, ha jó volt, akkor itt elnyerte a jutalmát. Közben millió átrendeződés volt. Ne felejtsd el, van, amikor szekérrel közlekednek, van, amikor alagúton kell, hídon kell átmenni. Tehát mindent ebben a részben alakította ki, ami a konfliktushoz hozzávezetett volna. Na most befejezésünk. Már látom itt a fényen, már mindenféle gondok vannak. Tehát a nagy meglepetés ott ért, amikor Szélkötő Kalamon a című mesét szépen elmesélte a lóvonéni, és legnagyobb meglepetésemre a főhős, abszolút pozitív főhős, ide bejön az elején. Hát mondom, itt gond van. Akkor vagy az elmélettel van baj, vagy a gyerek megkukult, vagy mi, valami baj van. És szépen játsszák a dolgot, és a végén ő is szépen itt mindenféle kalandba bocsátkozik, és egyszer csak ide bejön és győz. És akkor egyszer csak leesett a tantusz, de elég hosszan meg kell mondjam. Hogy hívják ezt a hőst?
Nem, a szélkötő Kalamona az nem a főhős neve. Az itt egy negatív, elszabadított erőnek a neve. A főhős egy pozitív fiatal ember, aki végül a királynak természetesen elnyeri, de úgy hívják, hogy Rontó. Ez a neve a mesében. És a Rontó nem jöhet ide. Nem tudom, érthető, de olyan gyönyörűen kiderül, hogy a neve az roppant fontos a hősöknek. Hát ha őt Rontónak hívják, akkor nem jöhet át a jó oldalára. Tehát indulni onnan kell. És hosszú, kemény, hát a Szélkötő Kalamon egy nagyon kemény megpróbáltatás sorozatot zúdít rá. Utána ezeket megállja, a helyét megállja bennük, és utána átjöhet ide. De indulni nem indulhat innen. Tehát akkora logika bontakozik ki benne, hát most ugye már ráismertünk, a boszorkánynak a létre hogy felel meg? Hát úgy, hogy ez a szűz tulajdonságoknak a képlete, a lépcsőzetes tudásszerzés. Na most, hogyha ez a rossz irányába történik, ez akkor is lépcsőzetes. Tehát akár boszorkány, akár tündér, ez nem ismer közvetlen ráhangolódás, csak lépcsőzetes tudásszerzést. És ennek a lépcső a képjele. És ezért van az, hogy ha Lejla volt a boszorkány, ő csinálta, ha egyszer hiányzott, a másik is. Csak ezt tudta csinálni, behozta a létrát, és az volt a boszorkánynak a jelképe. Hát akkor ennyit most összefoglalásul hadd mondjam el, hogy nekem ez a pár év olyan élmény volt, ami hát nyilván családon belül kamatozik először, tehát az unokákkal való bánásban, de most is állítom, hogy a legnehezebb feladat ez. Tehát ha jól akarjuk indítani a gyerekeket, akkor itt csak nagy családi környezetben lehet ezt a munkát eredményesen végezni, tehát annak a rekonstruált alakváltozata kell legyen az óvoda, és bizony a szülőket is foglalkoztatni kell. Mert megértik. Tehát végül is nem biztos, hogy el tudják fogadni. Általában arra hivatkoznak, hogy kérem szépen, nekem úgyis annyi bajom van. Én egész héten lótok, futok, én dögfáradt vagyok, mire hazaért, én nem tudom, ismerősek a szövegek. És akkor én még ezzel a taknyoskölyökkel is foglalkozok, hát azt már nem, arra találták ki a televíziót. És akkor hiába mesél neki a televíziót, másra találták ki, asszonyom. És amire kitalálták, arra tényleg jól működik. Majmot csinálni a gyerekéből, arra találták föl. Arc nélküli alattvalót, akit úgy lehet manipulálni, ahogy nem röstelnek. Erre találták föl a televíziót. És arra a kitűn nem működik is. Na most akarja, hogy arc nélküli alattvaló legyen a gyerekéből? Akarja, hogy majom legyen? Akkor tessék, akkor tegye oda a tévé elé. Tehát végül is, ha drasztikusan is, de rá lehetett venni őket, hogy ébredjenek már föl. Tehát ha egyszer azt akarják, hogy ember legyen a gyerekükből, hát annak van egy bizonyos, hogy mondjam, kritérium láncolat, és akkor azokat nagyon komolyan kell venni. És amit óvodáskorban elrontunk, tessék elhinni, azt soha többet nem lehet helyrehozni. Vagy olyan iszonyú energia ráfordítással, hogy hát bizony nem biztos, hogy lesz olyan nevelőgárda közeljövőben, amelyik ezt vállalni fogja. Mert jelenleg a gyermek emberré válásának a terhez következő módon oszlik meg, és ez az utolsó mondat. A legkisebb a teher a gyermeken van, és még ezt is könnyíteni akarják. Ezt nevezik gyermekközpontúságnak. Egy valamivel nagyobb teher van a szülőn, ettől viszont ő mindenáron meg akar szabadulni. És az egész tehertétel jelenleg a pedagógus nyakán van. Na most persze, hogy a pedagógusok egy része is meg akar tőle szabadulni, és ezért van az, hogy hol agresszivitásba csap át, hol meg egyszerűen kiborul. Kiborul. Ez inkább már a gimnáziumi szinten jellemző, de egyszerűen nem lehet. Odáig, ha már elfajultan érkezik a gyerek, ez rosszabb, mint ha oroszlán ketrezbe mennénk be. És egyszerűen kibuknak az a nevelők, nem bírják tovább. Hát én amikor mondjuk nevelővel beszél az ember mondjuk májusban nevelővel beszélni, ez körülbelül olyan, mint amit a török mond, hogy rossz szomszédság török által. Tehát egyszerűen nem lehet már emberszabásnak tekinni, hanem teljesen ki van zsigerelve. És már azt se tudja, mit beszél, elveszti a modorát, elveszti az alakját,
a jó hát a humorát és így tovább. Szóval ennek van a gyöker az óvodában. Viszont ha ott jól indítjuk el őket, akkor tényleg csodákat képesek. Már akár az általános iskolában. Hát ezekből a csodákból majd a jövő alkalommal próbálok egy párat. Köszönöm a türelmet, figyelmet.